kaptunk el egy olyan fontos figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy, hogy a vallás hogyan hálózza be a gyermekeket, Isten gyermekeit, és a vallást hogyan hálózza be az Antikrisztus. Tehát azokat a személyeket, akik őszinte szívvel keresik az igazságot, és úgymond gyermetegek, gyermekké válnak, és kapnak kijelentéseket Istentől, hogyan hálózza be a maga a világ szellemisége, a fenevad szellemisége, az Antikrisztus szellemisége. Kedves barátom kapott egy álmot erről, én elmondom az álmot, úgy, ahogy emlékszem arra, nekem a lényeg átjött belőle, és utána ezt megbeszéljük, és megnézzük, hogy ez a gyakorlatban hogyan működik. Miért fontos erről beszélni, emberek? Azért, mert ez, amit Istenekünk megmutatott, ezt már korábban is láttuk, erről már korábban is beszéltünk. Ez történt korábban, ez történt Magyarországon, ez történt Székelyföldön. A probléma az, hogy nem csak történt, nem csupán történt, hanem most is történik. Ezután is történni fog egész az idő végezetéig, az idők végezetéig. És minket Isten figyelmeztet arra, hogy ez a jelenség, ez van, valós még mindig, és mi is az ő lelke által, az ő szeretetéből, az ő kegyelméből mi is figyelmeztessük az embertársainkat arra, hogy milyen botlasztók, milyen útvesztők vannak ezen az úton. Az álom a következőképpen hangzik. Azt látta Tibor, hogy volt egy gyermek, egy gyermetek szívű ember, akiről ő tudta, hogy ő Isten gyermeke, ugye? Álomban ezt látta. És ő olyan őszinte, tiszta szívvel beszélt Isten országáról, ahogy adta neki Isten, hogy az ő beszéde hallatára az emberek meggyógyultak. És ugyanaz történt vele, ami azt hiszem, hogy az apostolok cselekedeteiben meg van írva, hogy amikor látták a világi emberek, akár a vallásos emberek, látták azt, hogy ez a gyermek, ahogy beszél, és hogy az ő beszédében hatalomban erő van, és emberek meggyógyulnak, megkívánta azt a tehetséget, azt az adottságot. Pontosan, mint ahogy ez le van írva, mondom, az apostol cselekedeteiben, nem tudom pontosan, hogy hol van, akit érdekel, az keresse meg és olvassa el. Tehát egy ilyen világi ember megkívánt ezt a tehetséget, ezt az adottságot, és úgymond pénzt kínált fel annak a, vagyis az apostoloknak, talán Pálnak, vagy Péternek, nem tudom pontosan melyik volt, hogy megvásárolja a szent lelket. És erre az apostol azt mondta, hogy tehát megátkozta azt az embert, azt mondja, veszél el úgy te, mint a te pénzed, mert te azt gondoltad, hogy Istennek az erejét, az ő lelkét, ezt a gyönyörűséges ajándékot meg lehet pénzen vásárolni. És amikor ezt az ember hallotta, akkor megérett, ilyetét vett a dolgoknak, és őszintén megbánta. Valami ilyesmi történt. Ha jól emlékszem, megbánta azt, és könyörgött az apostolnak, hogy vegye le róla az átkot, tehát ne teljesüljön be az, amit ő kijelentett róla. Miért vannak az ilyen dolgok leírva a Bibliában? Miért van leírva az apostolok cselekedeteiben ez a történet? Azért, mert azt mondja Isten, hogy nincs új a nap alatt. Aki megismeri és megérti, hogy mi történt akkor, amikor Jézus a Földön volt és tanított, és az apostolok megteltek az élet szavával, az életnek a lehelletével, ugye az életnek a lelkével, és elkezdtek beszélni, és emberek gyógyultak meg, és szabadultak meg. Ugyanúgy ez most is történik, de ahogy az apostolok megvoltak kísértve akkoriban, ugyanúgy ma is megvannak kísértve Istennek a gyermekei. És erre ugye már korábban is beszéltünk, többször beszéltünk, tényleg láttuk azt, hogy bizonyos emberek, akik hallottak általunk, vagy tőlünk, Isten országáról, Istenhez fordultak, és ők is olyan gyermeteggé váltak, és kezdtek olyan örömmel bizonságot tenni arról, amit tapasztalnak, és amit tesz velük Isten. És abban a helyben, ugye ezt Facebookon nagyon jól lehetett látni, abban a helyben megtámadták őket. Tehát mint ilyen ragadozó fenevadak, ilyen farkasok, ugye rájuk rohantak is, és abban a helyben már kezdték csábítani őket, hogy ők is ugye csatlakozzanak különböző felekezetekhez.
Tehát amikor meglátták, hogy valaki Istenről kezd beszélni, meglátják, tehát ez nem csupán történt, hanem most is történik. Most is, amikor meglátják, hogy valaki Istenről kezd beszélni, és van neki bizonsága, élő bizonsága az élő Istentől, abban a helyben vagy hízelegnek neki, vagy valamit csinálnak, hogy próbálják elcsalni és becsalni őket abba a közösségbe, vagy abba a szervezetbe, amelyhez ők is tartoznak. Sajnos ez egy valós jelenség. Ezért, hogyha ez egy múltbeli jelenség volna csupán, akkor semmi értelme nem volna erről beszélni. De mivel ez most is történik, tehát te például, hogyha hallod az evangéliumot általunk, vagy mások által, akik azt mondják, hogy nincs szükséged szervezetre, nincs szükséged semmilyen intézményre, semmilyen cégre, semmilyen keresztény cégre, felekezetre, ahhoz, hogy te jó kapcsolatban legyél Istennel, jó barát legyél Istennel, akkor jönni fog abban a helyben egy ilyen felekezet, és próbál téged elcsábítani. Tehát hiába, hogy te az evangéliumot szabadon kaptad, mert amikor hallottad azt, amit mi mondtunk, hallottad a bizonságainkat és a megértéseinket, te tudtad, hogy te nem kell tartozzál hozzánk. Nem tartozol hozzánk, és nem tartozol nekünk. Mert te szabad utat kaptál, szabad út lett mutatva számodra a mindenható Istentől általunk, vagy mások által. Tehát mi nem vártuk el senkitől, hogy valaki hozzánk csatlakozzon, hogy valaki kapcsolódjon hozzánk. Nincs nekünk szervezetünk, nincs nekünk vallási közösségünk, nem építünk semmilyen földi rendszert, ezért, mint ahogy szoktuk mondani a videó végén, amit adunk, mi azt ingyen kaptuk, és ingyen adjuk tovább. És sajnos az történt, ez sajnos megtörtént fizikailag, hogy akik hallották tőlünk és általunk az evangéliumot, és örömmel fogadták. És mindjárt fel fogom olvasni azt, amit ír erről Pál apostol is, mert ma ő is felhívja a figyelmet erre a jelenségre. Ő is elmondja, hogy ügyeljetek, mert pontosan, mint ahogy megvan írva, hogy maga a rendszer, maga a fenevad rendszere fut körbe a világba, mint ordító oroszlán, hogy keresi a százatát, hogy kit tudna felzaválni, kit tudna elnyelni. Ez tényleg történik. Ha netán te bizonságot teszel az élő Istenről a Facebookon, a YouTube-on, ezért is nem adja az ember, ezért is nem adja az Úristen az elején, talán még a bátorságot, engedi azt, hogy először készüljél fel, teljél meg a gyermektáplálékkal, vagy a kezdőtáplálékkal, hogy szívd magadba a szent lelket, ismerd meg Jézust. Mert utána aztán kimész az aratásba, és amikor jönnek ezek a ragadozó fenevadak, szervezetek, amelyek próbálnak beszippantani, próbálnak megzsarolni, kötekedni, és elmondani, rossz úton vagy, vagy pedig becsábítani valahova, akkor te azt ki tudod már védeni. Tehát ezért fontos felkészülni. Jó, hogyha az ember bizonságot tesz, főképp ugye élesben, szemtől szemben találkozol emberekkel, és bizonságot teszel. De azért nem szabad elfelejteni, hogy az interneten tényleg azért sokkal intenzívebb minden az interneten, a világhálón, a Facebookon és a különböző közösségi média oldalakon. És ott intenzívebben érnek a támadások, és ezért nagyon ajánlatos, hogy az ember tényleg kívánja megismerni az igazságot. Fegyverkezzen fel Jézus beszédével. Mert amikor jönnek a támadások, akkor meg tudja védeni magát. Különben nem tudja megvédeni magát. Ez az igazság. Szóval, ezt láttuk többször, szemtanúja voltunk, hogy megismerték az igazságot, általunk ismerték meg az igazságot, és utána csatlakoztak egy szervezethez, ahol már helyettük gondolkodtak, helyettük döntöttek, megmondták nekik, hogy hogyan kell Istent tisztelni, hogyan kell neki tetszelegni, hogyan kell neki énekelni, hogyan kell bemerítkezni, és mindent elmagyaráztak nekik. Sajnos ilyen is történt, a szívem szakad meg az ilyenekért. És teljes szívemből kívánom, hogy emlékezzenek arra az első szerelemre, amikor még nem volt szervezet, nem volt intézmény, nem volt tekintély, nem volt papbácsi, nem volt pásztor és nem volt lelkész, amikor csak te voltál és Krisztus, Istennek a lelke. Kívánom mindenkinek, hogy emlékezzen erre az időszakra,
hogy kívánd meg azt az állapotot, és kívánjál visszakerülni az első szerelembe. Ezt mondja Jézus, hogy legyél szabad, mert hogyha általunk kaptad az evangéliumot, rajtunk keresztül kaptad az evangéliumot, akkor ingyen kaptad, és szabadságra lettél elhívva, és nem rabságra, nem egy vallási szervezettől való függésre, hanem arra a szabadságra, amit Jézus kínál az apostolok számára, és neked is mindenkinek, hogy aki téged lát, lássa azt a szabadságot, amire elhívja Isten őt. Mert így tudsz csak világítani. Így lehet igaz, hogy te vagy az élet sója, te vagy a világ világossága, te vagy a hegyen épített város. Csak így lehet igaz, amikor be van födve a te fejed egy másik emberrel, egy tekintélye, egy vallási vezetővel, egy pásztorral, egy lelkésszel, már nem vagy a világ világossága. Ott valami pislákol benned, mert igen, megtörtént. Isten téged megérintett, talán meg is gyógyított, talán tanított is, és elhívott, de csatlakoztál egy emberi hierarchiához, Isten és Jézus nevében. Jézus lejött a földre, és engedte, hogy megalázzák, szembeköpjék, megostorozzák, és megöljék, hogy te szabad legyél, ne legyél benne semmilyen hierarchiába, és te világíts. És te, ugye, miután hallottál ezt a hatalmas hírt, ezt az örömhírt, hogy teljesen szabad lehetsz Istenben, te bentél valamilyen vallásba. Ezt nem nehezteléssel mondom, bár nehéz a szívem, megmondom őszintén, fáj a szívem, hogy azt az értékes kincset, amit Isten felkínált számunkra Jézus által, ilyen könnyen le tudtuk cserélni a törvényre, a valláshoz való tartozásra. Szóval, ezért beszélünk erről, és ezért tartja fontosnak Isten is, hogy adjon nekünk ilyen figyelmeztetéseket és ilyen álmokat, hogy mutassa meg, hogy emberek, ügyeljetek, igen, az örömhír teljesen ingyen van, ingyen kaptátok, ti is ingyen adjátok, nincsen semmiféle kötődés, nincsen erőszak, nincsen törvény, örömhír, gyermekeknek való örömhír, mint amikor kaptál egy csokoládét, és örömködtél, hogy van csokoládé, ugye? Pistike, menjél játszani, és mentél játszani. Örömhír. Amikor azt mondták, hogy Pistike, lemehetsz egy fél órára játszani, az már nem volt örömhír. Az már törvényhez volt kötve. Ez már egy ilyen baptista kijelentés volt, vagy ilyen hitgyűris kijelentés, hogy Pistike, mehetsz fél órára játszani. De Isten minket nem erre hívott el. Hanem arra, hogy az örökké valóságban örömködjünk az ő jelenlétében, mint ahogy Dávid teljesen bolondul táncolt az atya jelenlétében mesztelenül. Óriási botrány. Na, erre lettünk elhívva. És ezért fontos erről beszélni. Ez egy nagyon fontos üzenet. Aki megérti azok számára, aki nem érti meg, azoknak bolondság, azoknak ugye jó szórakozást kívánok, hogy mulassanak, röhögjenek rajta. Semmi gond, nem veszünk össze. Szóval az álom ugye arról szól, hogy Tibor látott egy ilyen, egy gyermeket, tehát teljesen mindegy, lehet 80 éves gyermek, lehet 5 éves gyermek, teljesen mindegy. Lényeg az, hogy gyermek volt, Isten gyermeke volt, és ahogy ő beszélt, ahogy örömmel beszélt az örömhírről, és az örömhírből, Isten lelkéből, a Krisztus jelenlétéből, ahogy beszélt, emberek kezdtek meggyógyulni. És annyira gyarlók vagyunk, annyira hitványok vagyunk velem az élen, hogy egyszerűen szégyellem meg kimondani is, de Isten még nekünk is megadta ezt az örömet. Hogy örömmel beszéltünk az örömhírről, az örömhírből, és emberek kezdtek meggyógyulni. Nem kértünk, nem mondtuk, hogy a Názáreti Jézus hatalmas nevében te most gyógyuljál meg az ördög, nem mondtunk semmilyent. Mi hirdettük a Krisztus szavát. Örömmel mondtuk úgy, hogy nekünk Isten adta. És ilyenek történtek, velünk is történt ilyen. Nekünk, gyarló embereknek, nyomorultaknak Isten megadta ezt az örömöt. Ez az igazság. Tehát Tibor látott egy ilyen szemét, egy ilyen embert, és látott egy másik embert is, tehát látta a Krisztus gyermekét, és látta az Antikrisztus gyermekét. Aki látta, hogy a Krisztus gyermekének a szavában gyógyulás van, öröm, feltámadás, a lelki halálból, az alvásból, az ostobasságból, a bűnből, a hazugságból, ezt ő látta kívül, hogy hú, ebben erő van ebben a szóban. És ő mit látott ebben? Istent látta ebben? Krisztus látta ebben? Nem. A lehetőséget, a pénzt látta ebben. És azt mondta, hogy te gyere, gyere, én támogatlak téged. És kezdett neki megszervezni ilyen alkalmakat. Ezt már ilyen hivatalosan szervezte meg.
Pont ahogy történt annak idején a hit gyülekezetével, feltetőleg Budapesten is, meg Romániában, Székelyföldön, mert ami történt Székelyföldön, amit tett a hit gyülekezeten Székelyföldön, hogy bekebelezte a gyermekeket, és impotenssé tette őket, magtalanná tette őket, ők már elhallgattak, ők már ilyen közösséghez tartoztak, köszönték szépen, jók voltak, nem volt szükség sem magvetésre, magszórásra, sem arra, hogy világítsanak. Egyszerűen beszervezte őket egy ilyen keretbe, egy ilyen karámba berakta őket. Olyan embereket jelzem, mert ez történt. Tudomásra van arról, hogy ez történt, amikor bejött a hit gyülekezete Romániába, Székelyföldre, itt már voltak gyermekek, tehát ha hiszitek, ha nem, kedves hallgatók, drága embertársak, itt már akkor voltak gyermekek Székelyföldön. Voltak újjászületett gyermekek, nem voltak túlságosan megtelve tudománnyal, és ezáltal sebezhetők voltak. Ezt már többször elmondtam. Jött a hit gyülekezete, szevasztok, tesók! Hát mi tesók vagyunk, ti is Jézus, mi is Jézus. És addig udvaroltak, amíg szépen beszervezték őket a szervezetbe, a rendszerbe. Kivették őket Isten rendjéből, és berakták őket a rendszerbe. Az Antikrisztus rendszerébe, amely Jézus Krisztus nevében funkcionál. Ez történt. És feltetőleg ez történt Magyarországon is. Tehát ezt tették Németh Sándorékkal az amerikaiak, hogy ők is hallottak Istenről, hallottak az evangéliumról, elolvasták a Jézus tanítását, az apostolnak a bizonságait, és megteltek lélekkel és örömmel, és hirdették azt. És akkor jött az amerikai nagybácsi, ugye, az Antikrisztus gyermeke, jaj, tesók, Sanyi tesó, szia, hát te is Jézus, én is Jézus, te is az Úrhoz, én is az Úrhoz, dicsőség az Úrnak, és abban a helyben kezdték megszervezni, kezdték szervezetté tenni a hitet, a hit kérdését Magyarországon. Azt a kérdést és azt a nemes harcot, ugye a Jézus szavának a hirdetését, Jézus örömhírének a hirdetését kezdték megszervezni, ami már amúgy is működött, Amerika nélkül is működött, Magyarországon és Gyergyószent Miklóson a hit élet. Mert Isten élő és ható, és azt mondta, hogy én vezetlek téged személyesen, én tanítalak téged személyesen, nincs szükséged sem pásztorokra, sem papokra, és semmilyen vallási hierarchiára, mert én tanítalak téged. Tehát volt hit élet Székelyföldön, a hit gyüli előtt, és volt hit élet Budapesten is, Magyarországon is, még mielőtt bejöttek volna az amerikaiak, bejöttek az Antikrisztus fiai, akik azt mondták, hogy te, Sanyi, gyere, szervezzük meg ember jobban, ezt még jobban meg lehet szervezni, mint ahogy Isten megszervezte mostanig. Csináljuk úgy, hogy én mondom, nekem már van tapasztalatom, neked van hited, ott van az első szerelem a szívedben, gyere, szervezzük meg. És akkor ugye szervezték hivatalosan, engedéllyel, a polgármester, a miniszterelnök, minden, George Bush, mindenki aláírta. Meg volt hivatalosan szervezve. És akkor most következik az államnak a második fele, ami arról szól, hogy ugye az Antikrisztusnak a gyermeke megszervezte a hitet, azt, amit Isten már korábban megszervezett és működött. Tökéletesen. Ezt muszáj hangsúlyozzam. Azt ő újra szervezte. Azt mondta, gyere menjünk, itt is egy találkozó, Szentgyörgyön, Egerben, Debrecenben, Miskolcon, Gyergyószent Miklóson, gyere, szervezzük meg, le van beszélve, plakátok, lesz világítás, lesz hangosítás, lesz keresztény rock, minden lesz. Szervezzük meg. Na, ezt tette az Antikrisztus gyermeke a Krisztus gyermekével, az ő barátjával. Ezt tette Székelyföldön, Budapesten, Miskolcon, Debrecenben, mindenhol, a világban mindenhol. És akkor... Hát szépen, tehát ugye, mivel hogy az Istennek a gyermeke, ő gyermetek, hát milyen a gyermek? Hát olyan, mint ahogy Pál apostol leírja a szeretetet. Amit ír a Pál apostol a szeretetről, az maga a gyermek. Mindent hisz, mindent remél, bolond. Ilyen a gyermek, emberek. Hát Isten nevezi bolondnak a saját gyermekeit. Azt mondja, hogy ti bolondok vagytok, mert engemet is bolondnak hisz a világ. De ne törődjetek, mert az én bolondságom nagyobb, mint az emberek bölcsessége. Ezt mondja Isten. A gyermek bolond, ő mindent hisz, mindent remél. Azt is elhitte a szentségtelen Isten gyermeke,
hogy amit mond neki az Antikrisztus gyermeke, az igaz. Ez itt belement a játszmába, és akkor ugye voltak ilyen megszervezett összejövetelek, ő beszélt az evangéliumról, behunyott szemmel, teljesen szívből, lélekből, és emberek gyógyultak meg, fizikailag is, és a lelkökről a láncok leestek, meglátták a bűneiket, és sírtak, és feloldozást nyertek a mindenható Isten kegyelméből. És ez történt. És az Antikrisztus gyermeke, ő élvezte a népszerűséget, hogy ő jó barátja a Krisztus gyermekének. Ez volt az álomban, TV-nek az álmában. A következő szint az már az volt, hogy televízió. Eddig mentünk így élőben minden, de most már tévében. Tele evangélista. Aztán tele lesz majd neked is a hócipőd vele. Azt is megszervezzük. És akkor beszervezte a Krisztus gyermekét, Isten gyermekét a televízióba. De ott már teljes mértékben ő volt a főnök. Az Antikrisztus gyermeke. És megmondta a Krisztus gyermekének, hogy mit kell mondani, mit nem szabad mondani, mert vannak más televíziók is, konkurens televíziók, és hogyha olyat mondasz, amit nem szabad mondani, akkor ők beperelhetnek, feljelenthetnek, bezáradhatják a televíziót, a televízió csatornát, Tibor. Sziasztok! Hát egy részt szeretnék helyesbíteni. Hát ebben a részben az volt, hogy amikor már konferálta fel az Isten gyermekeit a tévébe, kijelentette a konferálás közben, ugye, amikor kezdődik az adás, hogy titokról fognak beszélgetni, olyan titokról fognak beszélgetni, amit tudnak, ő ez a Antikrisztus gyermeke konferálta föl, és mondta, hogy olyan titokról fognak beszélgetni, amit nem mindenki érthet meg. Tehát emberek többsége nem is értheti. Tehát úgy konferálta fel, hogy valami különleges titokról fognak beszélgetni az Istennek a gyermekei, és utána jön az a rész, amikor adás közben úgy az Isten gyermekei megnyíltak, és Isten lelk által kezdtek beszélni, akkor egy ilyen kis szünetben ugye kijelentette az Antikrisztusnak a gyermeke, hogy azért vigyázzatok, hát itt nem lehet minden titkot kimondani, hát nem lehet csinálni, mert van még 6 darab másik tévéállomás, ami valójában beperel minket, tehát olyan hatalmuk van ennek a 6 darab tévéállomásnak, hogy megszüntethetik ezt a másik 6 tévéállomást. Tehát érdekes módon 6 volt abból a tévéállomásból is, amelyik valójában fenyegetést jelentett rájuk, és 6 volt abból a tévéállomásból is, ahol ők, tehát ahova beengedték még néha az úgynevezett Istennek a gyermekeit. Na, ez volt tisztán a kép. Erről itt vagy Attila, mert látom, hogy... Itt vagyok, visszajöttem. Igen, ja. Köszönöm a helyesbet. Igen, hallottam, igen. Igen, hát, tehát, hogy... Egy mondatot szeretnék hozzáfűzni, okay. ami nagyon jött nekem a tegnap is már, amikor ugye én is készítettem erről Isten kegyelméből egy videót, és az jött nekem, még egy dolgot nagyon szeretnék mondani, hát ugye itt a keresztény adók is feljöttek nekem. Tehát nem csak az alternatív média, hanem a keresztény adók is. Tehát ennyit szeretnék hozzáfűzni az egészhez. Mert 6 darab tévéadóról beszélt, ami valójában uralta az övékét a 6-ot. Na ennyi, befejezze, mondhatod. Tehát az jön nekem erről, hogy az Istennek az örömhírét, az életre hívó szavát, a misztika tárgyává tették megint. Tehát kezdetben, amikor az Antikrisztus gyermeke találkozott a Krisztus gyermekével, addig ugye egyértelmű a dolog, ő azt hirdette a Krisztus gyermeke, hogy mindenki számára szabadon, ingyen elérhető. Isten nem fog titkolózni az ő gyermekei előtt, sőt, ahogy Jézus mondta, amit az atyától hallott, mindent tudtudat nekünk, mindent feltár előttünk, mindent ajándékba ad, hogy egyenlővé lehessünk. Az ő egyenlő jogú testvérei lehessünk, mert bármilyen furcsán hangzik, ez van megírva a Jelenések könyvében, hogy Jézus ugyanazt a királyszéket kínálja fel számodra, számomra és mindenki számára, aki megérti az ő szavát és kíván Isten gyermeke lenni, amelyikbe ő is ült. A mennyek országában nincsen hierarchia. Nagyon rossz hír a fáraónak, és a fáraó vallásainak, és a fáraó felekezeteinek. Tehát
eleinte az evangélium Jézusnak az örömhíre ingyenes volt, az emberek érezték az erejét, és érezték azt, hogy a teremtő Isten nekik megbocsájt, és nem akar titkolózni előttük, és meggyógyítja, begyógyítja az ő sebeiket, az ő lelki sebeiket, az ő testi sebeiket, és megbocsátja a bűneiket, és messzire hajítja őket a bűneiket tőlük, és megtisztítja az ő szívüket. És ez mind ingyen volt, titok nélkül. És akkor, amikor bejött a szervezés, bejött a mammon, ugye, bejött a pénz, bejött a keresztény rockzene az igazság hirdetésébe, na akkor történt az, hogy hirtelen ez ilyen titokzatos dolog lett, hát ez a gyermeknek neki hatalmas kijelentései vannak, ő nagyon különleges, és ez tette azt, hogy az emberek úgy kezdték érezni, hogy hát csak bizonyos embereknek van bejáratuk Istenhez, mi velükkel jó haverok legyünk. Assisi Szent Ferencnek volt bejárata, különböző amerikai pásztoroknak szintén van bejárata, a magyarországi felkent, hídgyülekezetes, meg karizmatikus keresztény felkezetnek a pásztorai, nekik is van bejáratuk, de ez egy ilyen titok, ezt bárki nem értheti, csak akinek óriási feje van, tele van szellemmel, úgymond, szent, amit szentnek neveznek, szellemmel, szent agya vannak az embernek, és így tovább, és így tovább. Tehát titokká tették, és úgymond az Antikrisztus gyermeke a gyermetegségén, a jó hiszeműségén keresztül megfogta Isten gyermekét, és beszervezte a televízióba, és mindent neki megszervezett, utána aztán majd kezdte lefaragni Isten szavát, és az Isten szavának az erejét ellopta. Ellopta. Azáltal, hogy ejtette az emberek, hogy ez titok, és ez ilyen különleges, meg olyan különleges, meg így, meg úgy, meg csürték, csavarták, az Isten beszédének az erejét ellopta. És így ugye, ahogy Jézus is mondta, tehát megkötözték őt is. Ez nyilván ez nem csak az Antikrisztus gyermekéről szól, emberek, hanem az Isten gyermekeiről is szól, a Krisztus gyermekeiről, akik hagyták magukat megszéríteni, beszéríteni valamilyen vallási felekezetbe. Azok után, hogy tiszta ingyen kegyelemből általunk, vagy mások által, teljesen mindegy, hogy ki által, tiszta ingyen kapták, mindenféle kötődés, mindenféle elköteleződés nélkül kapták az igazságot, az életnek a szavát. Belementek ebbe a játszmába, és becsábultak ilyen szervezetekbe, és ott ugye már ilyen misztikusan beszéltek, lefaragták Isten beszédét, és az igazságot, az örömhírt, az életnek az örömhírét a varázslás tárgyává tették. Ennyi. Ez történt ugye a televízióban. Az a hatos szám, amit Tibor látott egyértelműen, jelzi, ugye, hogy a fenevad képe, arról szó, hogy a fenevad rátelepedett, tehát maga a rendszer. Ami, tehát ugye ez amúgy történt már az apostolok után közvetlen, ugye ők, ahogy elmentek, ott már kezdték is. Kezdtek rendszerbe szerveződni, és maga a fenevad rendszere, ez a világi rendszer, a politikum rátelepedett az igazságra. Lefaragta az igazságot, és televíziós műsort csinált abból. Eltűnt az őszinteség, eltűnt a meghittség, eltűnt az őszinte bűnbánat, eltűnt minden, amiben ténylegesen benne volt a jóságos Istennek a szabadító ereje. Ez történt. A következő álomkép az, hogy azt mondta az Antikrisztus gyermeke, a fenevadnak a titkára, hogy na most akkor szervezünk kórházi látogatásokat is. Mehetsz a kórházba is, mert aztán bőségesen van ott a gyógyítani való. Ott nagyon sok ember van, akit meg lehet gyógyítani. És azt mondta a Krisztus gyermeke, hogy persze, persze, menjünk oda is. Tehát ő jó hiszeműen továbbra is ment, és követte az Antikrisztus gyermekét, ugye? Mert a szeretet az olyan, hogy mindent hisz, mindent remél, ugye? Viszont nem szabad elfelejteni, hogy nagyon tanácsos volna jól megismerni Jézus Krisztus szavát, mert hogyha a Krisztusnak a barátja, az ő gyermeke, jól ismerné a kétélű éles kardot, akkor nem tudta volna ezt tenni vele az Antikrisztus gyermeke. Ez az igazság, emberek. Ha jól megismerted volna Jézusnak a szavát, nem tudott volna téged beszippantani semmilyen vallási szervezet. Ez a szent igazság. Ezt nem elmarasztalással mondom, nem lenézéssel mondom, hanem féltéssel mondom, hogy ismerjél magadra, és szabaduljál meg most, ma, menekülj ki onnét, amíg nem késő, menekülj el onnét.
fussák ki belőle, mert az ő bűneik az égig hatottak, és Isten meg fog emlékezni az ő gonoszságaikról. És kőkövön nem marad, le fog omlani a rendszer, s ha te bent maradsz, akkor neked annyi, rád fog omlani az a rendszer, az a hazug rendszer, amit az Antikrisztus gyermeke szervezett a Krisztus gyermekeinek. Tehát az volt ugye a következő lépés, hogy a Krisztus gyermeke már mehetett kórházakba is gyógyítani, azt is megszervezte az Antikrisztus gyermeke, azzal a feltétellel, hogy beoltatja magát, felhezi a fennem a bélyegét. Ez az igazság, ez megtörtént, emberek, ez szörnyű, amiről beszélünk, ez fertelmesség, ez egy hatalmas borzalom, emberek. Borzalmas, fertelmes, szörnyű, horrorisztikus. Azok, akik örömmel és jó szívvel fogadták Istennek a gyermetek szívvel fogadták Istennek a hívó szavát az életre, azok ezekben a csapdákban mind beleestek, és bekebeleztük őket a rendszer. Különböző cselekkel, utána aztán lelkizsarolás, azzal zsarolják az embereket, hogyha ott hagyják a szervezetet, akkor el fognak kárhozni. Ezért nem mernek sokan kilépni sem a katolikus vallásból, sem a hitgyülekezetéből, sem a Jehova tanúi közül, sem a baptisták közül, sem a szombatisták, sem az adventisták, sehonnan nem mernek kijönni, mert ők megragadnak néhány igerészt a Bibliából, és felhasználják arra, hogy ne figyelj meg, ha te ezt ki fogsz lépni, akkor veled ez fog történni. És mivel neki személyesen nincsen kijelentése Istentől, hiszi a pásztornak, a hierarchia szolgájának, a fáraó szolgájának, elhiszi, amit mond neki, amivel őt bezsarolja. Ne féljetek, emberek, mert bizonságot teszek arról az élő Isten előtt, és előttetek, hogy akik kijöttek ezekről a helyekről, Isten nem hagyta el őket, hanem ellenkezőleg megelevenítette az ő szívöket, az ő lelköket. Megteltek erővel, bátorsággal, az igazság lelkével, a vigasztalás lelkével, és tudnak bátorságot adni másoknak is, és bizonságot tenni bátran. Korábban meddők voltak, ott tapsoltak az első sorban, hallelujáztak, de magtalanul nem tudták a Krisztust, úgymond a Krisztus arcában, ugye, a Krisztus képében járva nem tudták őt megmutatni az embereknek, mert be volt fedve a fejük egy hierarchia által. De most, hogy kijöttek, örömmel és jókedvel bizonságot tesznek minden nap megtörik a mindennapi kenyert, amit kapnak Krisztustól. És emberek támadnak fel. Ez történik a hit gyülekezetén kívül, a különböző felekezeteken kívül. Miközben ez alatt azt gondolják, és azzal vannak elhitetve bent a felekezetben, hogy idekint nincs élet, hogy itt külső sötétség van, és hogy milyen nagy veszélyben vannak, és el fognak kárhozni. Nem, emberek, hogy igazából csak most léptek rá az igazság útjára, az élet útjára. Feltámadtak, a lelkük meg van elevenedve, és bármikor jöhet a ház ura, mert abban a munkában találja őket, amivel megbízta őket. Kapják az eledet, és kiosszák az eledet az ő szolgatársaiknak. Ezt teszik, és nincsen semmilyen felekezet, nincsen semmilyen szervezet. És nincsen semmilyen rendszer, csak Istennek a rendje van. Isten lelkének a rendje van, rend élete, és az szerint járják az utat. És igen, ők a világ világossága. És nem azért beszélnek, mert meg vannak bízva, hogy be kell szervezni 5 embert minden héten a szervezetbe, a gyülekezetbe, a felekezetbe, hanem azért, mert jó kedvel Istentől kapnak minden nap jó illatú, friss kenyeret, és örömmel megtörik, és még többet kapnak. Ez történik, emberek. A hit gyülekezetén kívül, a szervezeteken kívül. Nem igaz, hogy nem botlanak meg, én is megbotlok eleste. Volt ilyen, és Isten felsegített. Az, aki engemet megmentett, felsegített. Volt, hogy egy barátom által, utitásom által, megmosta lábamat, még egyszer, és még egyszer. Tudta, hogy nyomorult vagyok, tudta, hogy nem teljesen tiszta az elmém. Tudta, hogy el fogok bukni. Ez történt, emberek. És ez történik. Remélem, hogy érthető, hogy miért fontos erről beszélni, Levike. Tudod, hogy melyik film jut eszembe most, dokumentumfilm, amit utára néztünk. Az az FPDS, vagy mi, nem tudom. Hát az a melyik vallás? A mormonokból kivált
másik szekta. Hát így, ahogy hallhattam, amiket mondtál, az pont azt mutatja meg. Tehát, hogyha bárki azt megnézi, és lélek által nézi, hogy mi történik ott, igazából az történik minden egyes gyülekezetben, minden egyes szektában, pont úgy kebelezik be, paráználkodnak és ölik meg a lelkeket. Na, az a film nagyon hülyen tükröző, hogyha már Isten adott egy ilyen álmot Tibornak, akkor azt gondolom el lehet mondani ennek a filmnek a címét is, nem tudom, hogy mi az a dokumentumfilm, de hogyha azt az ember lélek által megnézi, kéri Isten segítségét, hogy mutassa meg, hogy ott mi történik, akkor megláthatja azt, hogy minden egyes vallás arról szól. Csak az ugye az nyersen mutatja meg, mert ottan valósággal fizikális molesztálás, pedofilia történik, de pont ugyanaz történik a vallásokban is, csak így leplezetten ugye a szenteskedés köntösében, hogy viszik fel a fiatal lelkeket a paráznosság, a pedofilia és a gyilkosság oltárán, hogy áldozzák fel. A szülők, akik részt vesznek benne a rendszerben, akik hisznek nekik, akik mindent elfogadnak, elhisznek, mert azért így az államban, így, hogy mondjam, oké, a szeretet mindent elhisz, ez így is igaz, de én hiszem azt, hogy Isten azért figyelmeztet is azokat az újjászületett embereket is. Oké, mindannyian ki voltunk téve ezeknek a veszélyeknek, és mi is próbálkoztunk, elmentünk ide-oda gyülekezetbe, ugye mi is a kereszténységet hittük, akkor a megváltásnak, hiszen ők beszélgetnek Jézusról, és mi is ott kíváncsiskodtunk, meg eljártunk gyülekezetekbe, meg a gyülekezetekbe, meg a konferenciákra, tehát én személyesen elmentem Európa a legnagyobb keresztény konferenciájára, és Jézus nem hagyta, hogy beszippantson dicsőség neki. Tehát, hogy Jézus nem hagyja magára az újszülötteket. Az, hogy az újszülöttet bekebelezik, az valamelyest szükséges az újszülöttnek is. Na, tehát az anyagi csábítás, a meggazdagodni vágyás, mert ide is, amikor bejöttek az újszülöttekhez Magyarországra a hídgyülekezete, akkor pont úgy léptek fel, hogy hát nem tudjátok a titkot, hát nem úgy van az, ahogy ti értitek, egyszerűen, ahogy a lélek kijelentette. Hát itt anyagi bővülésről van szó, és hogy tud ez megfogadni az emberbe, hogyha az embernek van rá hajlama nagyon erőteljesen, hogy azt megélje. Mindannyiunknak van rá hajlama, ez nem kérdés, de aki tényleg mindennél fontosabbnak tartja az anyagi bővölködést, annál a szerelemnél, amit kapott Krisztustól. Nincs mondanék valamit, mert nagyon jön. Tehát ezek a dolgok megtörténtek minden korban. Tehát a legelső ilyen Isten gyermekeit való behálózás az a katolicizmus előtt történt. És utána is többször megtörtént, bármikor adatott egy olyan helyzet, hogy az úgynevezett vallás, ugye, aki Krisztus nevében tevékenykedtek, és ilyen a rendszerbe beletartozó keretek között működtek. Onnantól kezdve, hát ez mindig többször megtörtént, és nekem azért adta meg a drága jóatyám azt a megértést, és szerintem ezt érdemes volna felolvasni a 2. Tesszaloniki 2-ben, hisz Pál egyértelműen figyelmeztette a Krisztusnak a gyermekeit szószoros értelemben, sőt, ahogy kezdi az egész levelet, olyan erőteljesen megható. Tehát Pál kijelenti azt, hogy még szószoros értelemben magáról is, hogy még az ő levele esett, tévessze meg őket. Tehát kimondottan maradjanak meg Krisztusban, hogy ne legyen az, hogy megjelenik a törvénykipró, a veszedelem fia, mert Pál így írja, és ez tényleg így van. Tehát ezek az emberek, ezek valójában törvénykiprók, a veszedelem fiai, akik ugye, és ti is tudjátok, és többször megéltük, és tényleg erről üvölteni kell erről. Tehát én nagyon sokszor megláttam, főleg is személyeket láthattam, akik újjászülettek Krisztus által, Jézus Krisztus által, és akkor megragadt őket ilyen, nem tudom milyen meg a gyülekezet, meg gyülekezetek, és kivitték, és egyfolytában nem csináltak vele más, megszervezték, és csak tanúságot kellett tegyen azokról a
arról a dologról, amiről ő ugye valójában híressé vált az emberek között, mert hát sokan ugye kíváncsiak lettek az ő történetére, és sokan felébredtek, tehát föltámadtak az úgynevezett kómából, és a gyülekezet ezt meg kellett ragadni, és akkor vitte egyik helyről másik helyre, és ugyanazt elmondotta vele 1000-szer vagy 2000-szer, és megfojtotta az Isten újjászületett gyermekében azt a lehetőséget, hogy kapjon még több kijelentést, több megértést Isten lelk által, hisz ugye mindig ugyanazokat a dolgokat kellett elmondani, és így ezáltal kiragadták őt abból a állapotból, tehát behálózták teljesen is. A 2 Tesszaloniki 2, megmondom őszintén, én most értettem meg Istennel lelk által, tehát engemet egyszerűen letaglózott, amit Pál ír. Nem tudom, hogy Attila fel fogod-e olvasni. Fantasztikus, ahogy kijelenti, hogy valójában mi történik egy ilyen helyzetben. Tehát mi az, akik ezt elkövetik, és kik azok, akik ezt elkövetik, és miért történik meg ez az egész, és hogyan fognak ezek az emberek járni, és ez nem fenyegetés, mert ez az egész jelentése Pálnak valójában egy olyan erőteljes figyelmeztetés, hogy akik ezt a disznóságot megmerik tenni, és ezt megteszik, és ebből élősködnek, és ebből építenek maguknak imást, mert ez megy, és megmondom, hogy még mi jött, hogy ne felejtsem el, tehát a drága jó atyánk, a mindenható Isten, a mindenható Úr, azért adta ezt az álmot, azért adta nekünk ezt az álmot, és azért engedi meg, hogy beszéljünk erről. Hisz ez az utóbbi 30-40 évben, ugye az úgynevezett ébredések, meg mindenfélének nevezték itt már, nem tudom, ez az ébredéstől, megmondom őszintén, nekem például a személy szerint kiütése van, mert meg azt láthattam már régebb is, hogy ez az amerikai keretek között való ébredés, na hát aztán Isten annak jót adott. Tehát Isten megengedte, hogy ebben a pár évtizedben nyilvánvalóvá váljon ez az egész, hogy megtörténjen a szakadás, és erről szól az egész történet. Tehát ez az egész álomsorozat is, amiről itt beszélhetünk, meg mondom, amiről Pál is beszél. Úgyhogy ennyi, be is fejeztem. Most mondhassátok tovább. Mikor legelőször hallgattam az álmot, akkor a lélek eszembe juttatta például Jézusnak a 40 napos bőtjét, amikor hát ott ugye az írásban úgy olvashatjuk, hogy az ördög kísértette meg, de a lélek kijelentette számomra, hogy nem az ördög, hanem maga az ördögi, földi, emberi lelkület, még inkább a farizeusi lelkület kísértette meg. Ezt nekem kijelentette, én biztos vagyok benne, hogy ez így történt, mert a lélek így jelentette ki számomra, tehát hogy a farizeusok mentek oda, vagy a farizeusok küldtek valakit oda, úgy, ahogy azt tették többször is, hogy kísértsék Jézust, hogy törbe csalják Jézust, hogy mit kínált fel? Hát azt, amit az álomban láthatunk, tehát felkínálta a hatalmat, azt mondta, hogy ha leborulsz és imádsz, akkor neked adom a világ összes hatalmát, és ez érvényes lehet, mai nyelvezetre szükséges, hogy lefordítsa a lélek, hogy jobban megértsük, hogy azt mondja, hogy ha aláírod ezt a papírt, ezt a kis szerződést, akkor mi támogatunk tégedet, megadunk mindent, amire szükséged van, hogy azt, amit te hirdetsz, azt még inkább tud hirdetni. Tehát, és mit ragad meg itt ilyenkor a rendszer? Az, hogy az embernek a, hogy mondjam, a túlbuzgóságát, mert ilyenkor az első szerelemben van az emberben egy olyan erő, hogy azt érzi, hogy a világot meg tudná váltani. Mert ez az isteni erő, és ez valóságos, csak már az nem valóságos, amit felkínál a rendszer, hiszen azt megtapasztalhattuk, hogy Jézus sem tudta megváltani a világot, noha ő rendelkezett a legjobban Istennek a szent lelkével, mégsem tudta megváltani a világot, és az összes embereket, hanem csak is úgy, ahogy az Isten lelke vezette őt, és se nem többet, se nem kevesebbet, csak annyit, és az érvényes ránk is. Mert a farizeusok felkínálhatták azt, hogy hát gyere, mi megadunk mindent, anyagi támogatást, szervezünk neked konferenciákat, nagy termeket nyitunk meg, rendezünk programokat, meghirdetjük, plakátok, minden, hogy tudjad te azt csinálni. Igen, Jézus visszautasította ezt. És az államban nagy Tibor kapta, és ez igaz, mert Istentől van, hogy belement ugye az újszülött, elfogadta, elhitte. Elhitte, hogy a rendszer őt segíteni akarja. De az álomban láthatjuk, hogy lépésről lépésre, fokozatról fokozatra, centiről centire átvette az irányítást.
mert neki hátsó szándéka volt. Neki nem az volt a szándéka, hogy ő az igazság legyen hirdetve, hanem az volt a szándéka, hogy ő átvegye az irányítást a hatalom fölött. Tehát azt nyilván nyíltan olvashatjuk, hogy a másik megkívánta, talán Bar Jézusnak hívták, amit Attila a beszélgetés elején felhozott, amit kapott a lélek. Bar Jézusnak nevezték azt a varázslót, aki megtért, egy ilyen gyors megtérése volt, de amikor látta azt, hogy a Szentlélek milyen erővel rendelkezik, hogy abban gyógyulás, erő, hatalom, szabadság és a lélek, a halott lelkeknek a föltámadása van, ő meg akart azt vásárolni. Nem hagyta, hogy azt a Krisztus kimunkálja benne, megadja neki a szembesülések során, hogy a lépésről lépésre ő letegye a régi életét, megutálja azt a régit, hanem itt láthatjuk, hogy a régi énje az megerősödött, feltört belőle. Mit csinált korábban? Varázsolt, elhitette az embereket, hókusz-pókusszal, nagy domával, de mit csinált belőle? Pénzt. Ő pénzt csinált, ő a pénzt látta, és az emberi lelkeket megtévesztette, sötétségben tartotta. És ezt kapta meg államban Tibor, hogy így tévesztette meg az embert. Az, aki felkínálta a hatalmat, tehát, hogy igen, a lelkek kárhoztatása, a lelkek elkárhozása. Nem volt tiszta a szándék. Na, kicsit kizökkentem lélekből, úgyhogy mikor visszajövök, akkor jelentkezem. Hogy folytatnám, mert közben nekem jött, és erről többször beszélgettünk, nagyon sokszor, hála Istennek. Tehát hogy működik a kereszténység? Tehát bejegyzett dolog kell legyen ahhoz, hogy egyáltalán hirdesd az igazságot. Hirdesd Krisztus. Az a hivatalos, az van elismerve. Hát már ez is magában mindent megmond. És a másik dolog, ami jött, tehát ebbe az álomba, amit Isten megmutatott nekünk, az is benne van, hogy a babiloni kereszténység még aljasabb. Ugye, és a babiloni kereszténység, az amerikai kereszténységre gondolok, arra, ami bejött onnan. Tehát elment Indiába, elment a kereszténység Európából Amerikába, onnan elment Indiába, megszaladta magát, és visszament Amerikába, és visszajött Európába. És megy a varázslás, meg a hókusz-pókusz, amiket láthattunk, és amiket Isten megmutogatott nekünk. És ez még alatomosabb, mert ebbe az egész államsorozatban ilyen alatomos módon, úgy, ahogy mondod, Leviket csinálja az egészet, de hogy csinálja? Hát megvan hozzá látvány is ma már. Hát ugye részesennek a fenevad képernyőját, a fenevad rendszeret, tehát ezáltal szószoros értelemben teljesen olyan alatomos, csinivini módon tudja leuralni az Istennek a gyermekeit. És mondom, engem például személy szerint most érzem, hogy rendesen a lélek indít arra, hogy üvöltöznöm kellene, hisz nagyon sok újjászületett gyereket láttam, akit berángattak ilyen helyre, bevitték, és kiültették a színpadra, és nagy nyájasan mikrofont adtak neki, és akkor meséld el, hogy mi történt, és láttad az urat, és az úr mit mondott neked, de közben ők lekontrollálták fokozatosan ezt az egészet. Pontosan úgy, ahogy ez az álomban van. Pontosan ilyen alatomos módon, tényleg úgy, ahogy az Isten gyermeke milyen. Hát azt is mondhatnánk rá, hogy naív. A mai ember azt mondaná rá, hogy buta. Buta ember, hát naív. Naív, egyszerű gyermeki naivsággal ő elmondja, és nem veszi észre, hogy elkezdi kötélen rángatni ide-oda, és ez az egész nem szól másról, ugye, hát ebben van egy óriási anyagi haszon is, meg maga ezek a szervezetek ezáltal, ugye kell a úgy mondva a friss termék nekük, tehát mindig megragadnak egy-egy ilyent, és akkor ezeket mutogassák egy darabig, és akkor ezáltal ugye ők fent tudnak maradni, mert nekük már nincs semmi új, hisz a lélek az már nincs ott. Ott valójában csak a vastag bibliájuk van. Honnan tudnak idézni reggeltől estig? Amúgy lélek nincs. Nincs. Bármennyire is fájdalmas, tisztelet a kivétel, de én, amit láthattam Isten kegyelméből az utóbbi időben, utóbbi években, nincs lélek, és így kell szerezni valamit, lopni kell. Lopni, mint a tolvaj, szószoros értelemben. Így, ahogy megmutatta nekünk Isten, hogy megfogják az Isten gyermekeit, és kirabolják, és beleviszik őket is a veszedelembe, és becsapják. Mert amúgy nincs miről. Mert ha kiolvasta a Bibliát, mert 80-szor már vannak olyan gyülekezetek, olyan pásztorok, hogy már a gyülekezet előtt elolvasta 80-szor a Bibliát, és kezdi előről. Körbe magyarázza.
nyer, semmi lélek nincs benne, semmi. A Bibliát nem azért adta az Isten, hát azt azért adta, hogy megtudjuk, hogy ő él és beszél és létezik, élő lélek. Kéne legyen kijelentés, kéne legyen lélek jelenlét, ott kéne legyen ő. Hát de Isten nincs ilyen helyen, bármennyire is fájdalmas sok embernek, nincs. Azért kell a fény, azért kell a zene, már lassan kokót fognak szívni. Ennyi. Bocsánat, hogy így. Egyszerűen érzem. Így, ahogy mondok, bocsánat, Jézus sem kér bocsánatot most, de nincs értelme ilyeneket mondani, bocsánat. Tehát ez nem kell semmilyen komment, Tibor. Haragudjál, hogy ezt mondom. De Jézus nem kér bocsánat a farizeusoktól, azt mondta, hogy messzelt sírok vagytok, utána nem mondta, hogy bocs, meggondoltam magam. Nem gondoltam meg magam. Nem gondoltam meg magam. Értem. Nem gondoltam meg magam. Így van, csak ugye annyit hozzá lehet fűzni, amit én kaptam jelentésben ehhez, és most kaptam a mai napon, hogy miért vannak gyülekezetek, miért vannak vallások. Isten megmutatta, hogy én vagyok az oka, hogy vannak vallások. Én, személy szerint. Miattam vannak vallások. Az ember miatt vannak vallások. Amiatt az ember miatt, aki látta az életet, látta Isten dicsőségét, és utána, mint a kutya, visszament az ő hányásához. Visszament a múltjához, visszament a féltvejőzött paráznaságához, visszament a hazugságához, visszament a mammon szolgálatához, és az ilyennek kell a vallás, mert az ilyen már nem gyermek, az ilyen sebezhető. Van benne valamicskel lélek, mert Isten neki adott, de mivel, hogy ő visszament, ugye, nincsen benne erő, nincsen benne erő, mert Isten nem adja az erőt a kétfelé sántikálásra. Én is, amikor paráználkodom, tegyük fel, most ezt úgy értsétek, hogy nem szexuálisan, hanem mit tudom én, paráználkodom azzal, mit tudom én, technikai dolgokkal foglalkozok, többet, mint amit kéne, az is már paráznaság. Érzem azt, hogy az is már paráznaság. Ha többet teszek, mint amit kéne egyek, az is már paráznaság. Érzem azt, hogy nincsen nekem erőm. És ha nincsen erőm, akkor jön a másik, és így bezve azt mondja, hogy te, van egy jó lehetőség, hát ebben ez így van, biznisz van ebben az evangéliumban. Te csak úgy mondjad, ugye, hogy eddig is mondtad, én meg leszervezem, menjünk balra is, meg jobbra is, meg koncert is lesz, meg halleluja, meg minden lesz, hangtechnika, meg minden lesz. Te csak mondjad, és én szervezem. Utána aztán menjünk a kórházakba is, te is felveszel vagy 6 oltást, és majd beszélsz az evangéliumról, és megjátsszuk, hogy nem tudom, hogy egyszerre tömegesen több száz ember meggyógyult és feltámadt. Tehát miattan van vallás az ember miatt. Az ember miatt, aki noha látta az életet, látta, ahogy mondja az írás, Isten dicsőségét, látta azt, hogy Isten mekkora erővel, mekkora jósággal rendelkezik, mégis a szemeinek a látványára nézett, és megkívánta régit, és mint a kutyus szépen visszament, és felnyalta a saját hányását. Na ez teszi lehetővé a vallást a gyermekek részéről. Tehát úgy, ahogy mondtátok ugye ti is, tehát a dolog nem egy oldalú, nem egy oldalú. Tehát hogyha a gyermek kísérthető, az azért van, azért is van, mert ő úgy akar gyermek lenni, hogy a kecske is, meg a káposzta is. Na itt kezdődik a verekedés, itt kezdődik a probléma. Hogy valahogy nekem egy olyan Isten kéne, hogy értsen egyet azzal, amit eddig is csináltam. Ne kéne a régit elhagyja. Ott Isten azt mondja, hogy hagyjál el mindent. De bocs Jézus, csak egy kérdésem lenne. Azért is el kéne hagyjam, tudod, van az a, néha, hogy el szoktam menni, mit tudom én, szórakozni, nem tudom én hova, meg mindent. Mindent, mert mindenem a tiéd. Mindenem a tiéd, mindent neked akarok adni, de a régi királyságot engedd el, mert a régi királyság rád fog rothadni. A lelkedre fog rothadni a régi királyságot. Mindent. És megadok neked mindent. Még e földön száz annyit mindenből. És ezt nem kell félreérteni, mint ahogy félreértették, ugye, félreértelmezték. Teljes lelki békesség, teljes szabadság, azt a hatalmat, amit megkapott Jézus, azt megadja nekünk is. De kéne vágyakozzunk arra, hogy az ő vérét ígyük, az ő szavát ígyük be. Ne a világ szavát, ne a katolikus szót, ne a gyülekezetek szavát, ne a pozitív gondolkodásnak a szavát, hanem az ő élő szavát, amelyet megelevenít egyenként minden ember számára. Ezt kéne mi beígyük, és akkor hiába jönne bármilyen vallás, bármilyen csábítás, bármilyen lehetőség, pénzlehetőség, kirándulási, mindenfajta lehetőség. Hát nem érdekelne, hát teltház van, és igaz, amit Levike mondott, ezt kaptuk, én is ezt kaptam,
Mert sokan ugye vádolnak, hát de meg van írva, hát az ördög oda le van írva, persze, persze. Csak ugye ez általánosan fogalmazza az ördögi lelkület, a hazugság lelkülete, a paráznaság lelkülete, a csalárság lelkülete, tehát ez az ördögi lelkület, az emberi gondolkodás kísértette meg őt, mert neki is voltak emberi földi szemei, mint neked és nekem, és meg volt kísértve az ördög által. Pontosan úgy, hogy Tibi megkapta álmába, hogy gyermek volt, de ő volt az egyedüli gyermek, aki nem csinálta azt, amit én csináltam, hogy visszamentem a hányásomhoz, visszamentem a paráznaságomhoz, miután megismertem Isten a dicsőségét. Ő ezt nem csinálta. Tehát igen, az, amikor meg volt kísértve az ördög által, az lehet, hogy igen, oda ment hozzám, mit tudom én, egy, hát mi van Magyarországon, egy fideszes képviselős. Te, Sanyi, hát hadd-e, gyere, egyezzük meg ember, ezt meg lehet oldani. Figyelj meg, kapsz hatalmat, lesz pénz is, lesz beleszólásod mindenbe, nem fők egymás piszkán, gyere, egyezzünk meg. Ha az ember nem akarja megérteni a mai életre vonatkoztatva, hogy mit jelent az, ami Jézussal történt, akkor nincs értelme Bibliát olvasni. Fontos vágyakozzunk arra, hogy Isten kijelentse nekünk konkrétan, hogy mit jelent ma. Tehát a három kísértés, az a három kísértés, ezt annyira keményen megkapta Kornél egyébként. Nem tudom, hogy hol van, feltette valahova, nem tette fel. Nagyon tisztán, patyolat tisztán megkapta, hogy mi az a három kísértés. Ma, mint ahogy megkapta azt, hogy a Samária asszonynak a szótakozási rendelőben, ugye, az oltásnál, vagy mit tudom én, hol volt, ugyanúgy megkapta azt is, hogy mit jelent az a három kísértés ma. Ember, te, aki ezt hallod, az veled is megtörténik. Minden egyes emberrel az megtörténik. Velem is megtörténik mind a három kísértés, amit Jézus kapott. És pontosan az, amit Tibi kapott álmában, így történt meg a kísértés. És így bukott el a gyermek, a Krisztusnak a barátja, a Krisztusnak a megváltotja, így bukott el, ahogy kaptad álmodba. Tiéd lesz a hatalom, sokan fogják nézni a műsort, meg minden, de picit meg kéne válogasd a szavakat, meg minden, beszélj intelligensebben, műveltebben, választékosabban, gyere tanuljunk, mit tudom én, ékes szólást, ugye, meg mit tudom én, mit, filozófiát, mert elvégzett teológiát is utána. Erről szól a vallás, emberek. Ez történt Isten gyermekeivel. A három kísértés, aki őszintén kívánja, Isten megadja annak, hogy megértse, mit jelent a három kísértés. Az nem csak Krisztussal történik, hanem Krisztus barátaival. Péterrel megtörtént, Jakabbal, az összessel megtörtént, veled is megtörtént, talán többször elbuktál már, és meg fog történni mindaddig, amíg vagy nem buksz el, megerősödsz, hűséges leszel, vagy pedig kivettetsz az igazságból a külső sötétségre. Így, ahogy Tibor beszélgetett, közben nekem a lélek eszembe juttatta például Ágneséket is, ők is elmondták a bizonyságot, hogy ez sem titok, hogy bennük volt lélek. Tehát Isten azért engedte meg például őket, hogy 10 évig benne legyenek a gyülekezetbe, hogy majd, tehát hogy belátásra, tehát betekintést kapjanak, és majd mikor kihozza őket, akkor tudjanak bizonyságot tenni erőteljesen. És bárki, aki számon kéri őket, és meg akarja vádolni őket ebből a megagyülekezetből, ők elmondhatják, hogy ők letettek valamit oda az asztalra, mert nem egy pár hónapot és egy pár évet voltak ottan, hanem kőkemény 10 évet. Hasonlóképpen, ahogy Pál apostol is, hogy Isten megengedte neki, hogy mélyen részt vegyen a vallásosságban, de ki is hozta őt. És bárki számon kérte őt, ő mondta, hogy van, amivel dicsekedjek, nem kegyere is, engemet kioktassál, mert én tudom, miről szól a rendszer. Én benne voltam, és én kegyelmet kaptam Krisztus által, úgyhogy hogy mondjam, tehát ők betonszilárd mivel rendelkeznek? Tapasztalattal. És mivel a mi beszédünk a magyarokhoz szól, még a lélek eszembe juttatta a Greg Vivient, azt hiszem, aki tényleg elragadtatásban volt, és találkozott az atyával, és beszélgetett, és azt meg is osztotta, de mi történt? Volt benne lélek? Hasonlóképpen úgy, ahogy mindannyiunkban, akik az első szerelemben vagyunk, szó szerint ugrunk ki a bőrünkből, és megragadta őt a gyülekezet, és hát, hogy mondjam, olyan dolgokra kényszerítette, így alattomoson, ravasz módon, hogy majd az oltást azt úgy mondjad, hogy az úgy oké, belefér, Isten nem mondott semmit se, és ő kimondta. Tehát ő járt az atyánál, és ő kimondta azt, hogy az oltásról nem mondott semmit, úgyhogy az úgy oké, belefér.
és őszintén, szóval őszintén megvalljam, amikor én nem néztem meg ezt a bizonságot, csak mit tudom, 10 percet, és én kaptam kijelentést Krisztustól, hogy mi az oltás, személyesen őtől le, nem emberektől. De hogyha utitársaimtól is kaptam volna, Istentől kaptam volna azt is, mert amiket a lelkitársaim, utitársaim kapnak Krisztustól, azt olyan, mint hogyha én személyesen Krisztustól kaptam volna, mert lélekben egyek vagyunk. De ezt különösképpen tényleg személyesen Krisztustól kaptam. Ő mutatta meg, hogy mi a vakcina, mi ez a hasonlítja a skorpióhoz, és elmondhattam, mint bizonyság. De amikor ezt a felvételt jóval utána néztem meg, vagyis belenéztem, és amikor belenéztem, szó szerint azt éreztem, egy olyan erő kezdett úrá lenni rajtam, hogy azt éreztem, kimegyek a WC-re, kettőt maszturbálok, és utána bémek, és a két vagy a három oltást felveszem. Tehát ilyen erővel bírt az a bizonyság, amivel megfertőzték ezt a lányt, és muszáj megemlítsük, mert a mi beszédünk a magyarokhoz szól. A magyar emberekhez, a magyar ajkóakhoz, nem a románokhoz és az angolokhoz, és a németekhez és a franciákhoz, hanem a magyarokhoz. És hogyha ezt adta atyánk Tibornak, vagyis nekünk, akkor erről kell beszéljünk, mert hiszem azt, hogy az a felvétel rengeteg magyar ember életét gyökeresen megváltoztatta, és olyan irányba terelhette, aminek nem örvendene, hogyha meglátna azt, hogy a szóval vezeti. Robert Ági. Sziasztok! Igen, ahogy Levike mondja, ezt ugye, hogy mi hogy kerültünk a gyülekezetbe, és mit tapasztaltunk. De én úgy érzem, a lélek azt mondja, hogy nekem isteni hatalmas kegyelem volt az életemben, hogy az a kis kolléganőm, aki tulajdonképpen ugye, aki által oda kerültünk, én meg vagyok győződve róla, hogy ő is tiszta szívvel hívott minket, mert ő egy árva kislány volt, és a rokonok hozták ki a zárvaházból, szomorú történet, mindegy, az a lényeg, hogy haszonszerzés céljából, lényegtelen most így, és őt is belerángatták a gyülekezetbe, de úgy hiszem, hogy ő benne is volt igazi hit, ő is kereste Isten tiszta szívvel, ami bebizonyosodott azóta, mert kijött a gyülekezetből, Isten kihozta őt is, igaz, hogy elég kacifántos úton, de azóta, amit én tudok róla, amit tapasztaltam és beszéltem vele azóta, hogy ő is Jézus Krisztust követi azóta csak, és meggyőződésem, hogy ez vezetett oda, hogy Isten így ki tudott minket szabadítani, hogy mi tényleg valóságosan, legfőképp, ugye én, mert sajnos én vittem Robit a gyülekezetbe, de annyira meg voltam törve, olyan szinten voltam, amit már Levikével is beszélgettem, hogy már ott voltam, hogy öngyilkos akartam lenni, hogy összezuhant az életem, és ez a kislány ugye olyan szeretettel beszélt nekem Istenről, nem úgy, mint a gyülekezetben ez a leírt szöveg, hogy minket nem a pénz motivált, mikor oda mentünk, én valóságosan hittem azt, hogy az Isten helyreállítja az életemet, és megszabadít a problémáimtól, és ugye, hogy mi már készen kaptuk ott ezt a történetet, hogy az emberek agyába nyomják a gazdagságot, de nekünk nem ez volt a szívünk motivációja, mert akkor mi már Robival ugye együtt voltunk, talán 2 éve, nem is tudom már, és az előző életem is, és én már kaptam a világtól annyit, én már megteltem vele a pénzileg is, és mindenhogyan, hogy már nem tudott annyira motiválni, és itt az Isten hatalmas kegyelme, ami megengedi az embernek a szenvedést az életében, úgy, ugye az emberek által, mint az anyagiak által, és minden, hogy megtapasztaljam azt, hogy mi van a világban. És amikor bementünk a gyülekezetben, már nem tudott úgy megfogni ez, amit ők ott képviselnek. És szerintem, nem az, hogy szerintem, hogy lélek azt mondja, hogy ez az, ami sok embert ki tud hozni, mert sajnos nagyon sok rossz tapasztalat is van, akiket tudjuk, hogy úgy mentek be, hogy a pénz miatt, mert így mennek ugye legfőképpen az evangelizációk is, amiért minket sem engedtek, és nem javasolták, hogy menjünk, amíg anyagilag helyre nem jövünk, amíg Isten úgy meg nem áld minket, hogy csillivili ruhákban,
meg jó anyagi helyzetben tudjunk menni, mert hát, hogy aki ránk néz és meglátja, hogy milyenek vagyunk, az elfut a gyülekezet elől, ugye, mert hát ott a gazdagságot hirdetik, és mi velünk ez sosem történt meg, hála a magasságos Úristennek. Akkor felolvasnám Pál apostolnak a figyelmeztetését, amit mond a Tesszalonika belieknek. Miért azért, mert most is aktuális. Teljes mértékben, ugyanúgy, ahogy akkor aktuális volt, most is aktuális. Most is érdemes ezt megszílelni. Nem hiába van leírva, nincs új nap alatt. Testvéreim, kérünk titeket a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére, az ő szerelmére, és a hozzávaló gyülekezésünkre nézve, hogy ne rendüljetek meg egyhamar meggyőződésetekben, és ne rémítsen meg titeket semmilyen lélek, beszéd, vagy nekünk tulajdonított levél, mintha már itt volna az Úr napja. Nehogy valaki valamiképp félrevezessen titeket, mert nem jön el az addig, amíg be nem következik előbb a szakadás, és megjelenik a törvénytipró, a kározott fia. Amikor ezt olvastam most legutóbb, az ott Isten nekem egy látást, hogy igen, a törvénytipró, a kározott fia, ugye ez létezik globálisan, ugye testi módon, viszont azt mutatta nekem a lélek, hogy ez a törvénytipró és a kározott fia az bennünk is meg kell jelenni. Az út ezzel kezdődik, emberek. Legtöbbek számára ezzel kezdődik az út, hogy megjelenik a törvénytipró, a kározott fia bennünk. Lelepleződik. Ott volt mindvégig, csak ugye el volt bújtatva. Mi voltunk? Én voltam a báránybőr bebújt farkas. Ott volt bennem a kározott fia. Persze, ezen kívül ez létezik, főképp most globálisan, ugye, teljesen nyilvánvaló. De ugye miért ilyen népszerűek ezek a gyülekezetek? Miért működnek ilyen jól? Azért, mert ott nem kell erről beszélni. Ott nem beszélnek arról, hogy hallod-e, hogyha majd eljöttél, akkor tudnod kell, hogy meg kell jelenjen benned is a kározott fia. Hogy váljon nyilvánvalóvá minden, ami lent van a felszín alatt, a szíved legmélyén, ugye? Az jön a felszínre, hogy jelenjen meg a kározott fia, hogy legyen megítélve, elítélve és megkötözve. És ezért jobbak a gyülekezetek, ugye, mint egy ilyen erőteljes kijelentés, mert ott nincsen szembesülés, ott nem kell szembenézni a bennünk lévő kározott fiával, ugye, bennünk lévő testi emberrel. Tehát nehogy valaki valamiképpen félrevezessen titeket, mert nem jön el az addig, amíg be nem következik előbb a szakadás, és megjelenik a törvénytipró, a kározott fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy imádattárgyának tartanak. Ezt tettem én is, emberek. Ezt tettem én is. Mindenki ezt tette. Mindenki egy kis király volt. Mindenki egy kicsi Isten volt. Így van-e? Nem hiába kaptuk a koronavírust? Pontosan. Ezért nekem is ezt adta a lélek is, hogy amit kapott Tibor álmot, és arról beszélgethetünk, az úgy is megtörténhet két személy között, tehát a tényleg az újszülött és a vallások között, de fontos megértsük, és fontos úgy is értsük, hogy ez bennem is lezajlik. Lezajlik bennem, mint az óember. Az óember, aki a vallásos, a szenteskedő, a szent fazék, és a félisten, vagy az Isten felé törekvő ember, mert ilyenek voltunk. Szinte kivétel nélkül mindannyian. Én amikor olvashattam az új szövetséget, és a lélek által olvashattam, ő szólt hozzám, ő beszélt hozzám, ő jelentette ki. Sokszor abba kellett hagyjam, mert olyan erőteljesek voltak az igazságok, amit olvashattam, amit kijelentett, hogy szó szerint érezte az óember, hogy hal meg. És felálltam, és sétáltam az asztal körül, és kimentem az udvarra sétálni, és az óemberem, a régi vallásos földi emberi gondolkodás lázadozott az ellen, amit a lélek jelentett ki. De a lélek is küzdött érte, és dicsőség Krisztusnak, ő győzedelmeskedett. Tehát, és ezt nem, a vallásokban ezt nem mutatják meg, tehát a vallásokban nincs keményeledel, ottan maradhat az ember évtizedeken keresztül, évszázadokon vagy évezredeken keresztül, aki oda bément, az csak baba marad, gyermek marad, ottan adják a tejet, a mérgezett tejet. Ott az ember nem válik Krisztusban önállóvá, jól kell érteni, Krisztusban önállóvá, fiúvá, hanem csak beül, mint az iskolapadba, és nyomatják neki, mint hogyha arra lenne szüksége, mint hogyha Jézus 3,5 éven keresztül ezt mutatta volna, ezt tanította volna, egyáltalán nem. Tehát, hogyha én bennem nem hagyom, hogy a Krisztus
kijelentse és megvívja bennem ezt a harcot az én óemberemmel, az én ó vallásos emberemmel, mert hogyha én nem is jártam gyülekezetbe, akkor is vallásos vagyok. Akkor is valtam a földi életet. Mindenféleképpen vallásos vagyok. Nagy becsapjam magam is félreítésessék, hogy én hárítok, hogy jaj, én nem gyakoroltam a vallásomot, én nem is jártam templomba. De hogy is nem, akkor is vallásosok voltunk. A saját egónknak a vallása uralkodott bennünk. Akik hasonlóképpen, mint a vallások, Isten fölé akarnak hágni, Istenek akarnak lenni önmagukból, meglopva Istent. És ezzel nem szembesíti, a kemény eledelt nem tudja megkapni az ember a gyülekezetekben. Erről egy történetet is hallottam a napokban, amikor a barátom elmesélte, akinek egy olyan ismerőse volt, aki a hídgyülekezetbe járt, és már régóta oda járt, és kapott tőle egy ilyen viccesen egy olyan kijelentést, hogy igen, hát a gyermek az gonosz volt vele szemben, és csak annyit mondott neki, hogy hát igen, a gyermek az tükröt mutatott neked. És erre úgy felmérgelődött az ember, aki a hídgyülekezetébe járt évtizedeken keresztül, hogy szóba se állt többet vele. Tehát ennyire megtartnak minket a meddőségben, a magtalanságban, a csecsemő állapotban. Tehát nem növekedik bennünk a lélek, nem tudjuk a kemény eledelt megkóstolni. Mert a kemény eledel az, hogy én vagyok az, aki a világban van. A világ az én tükörképem, és én a világ tükörképe voltam, hiszen engemet is a világból vett ki. Csak elfeledkezünk arról, hogy engemet Krisztus a világból vett ki. Olyan gyorsan elfeledkezünk. Ma vallások mit csinálnak? Ja, gyorsan megragadjuk, halleluja, bémerítsük, és minthogyha a mennyországba pottyantam volna le. És megmaradunk abban ott, hogy mindenki bűnös, mindenki hibás, mi vagyunk a jók. Úgy, ahogy eleinte én is így, Jézus így közeledett felém, hogy fokozatosan mutatta meg, hogy a világban van, igen, a világban van a gonoszság. Vallásokban, a gyülekezetekben, kereszténységben, katolikus egyház, ahol voltam. Levente, ez mind te vagy. Ez mind te benned van. Én a világból vettelek ki, és a világ te benned volt. És valamelyes még van. Na ez a kemény elede. Ez az, amit a vallás nem mutat meg. Mert a vallás ezt megmutatná, nem lenne szükség már rá. Mert a vallás belőlem ezt nem tudja kigyógyítani. És nem tudja ezt újjáteremteni. Ez csak személyesen Krisztus tudja. És hogyha ezt a vallások hirdetnék, megszűnne az ő létjogosultságuk. A pásztorkodás, a béreskedés megszűnne. És mindenki világítana egyénenként. Mindenki a maga hite szerint, de világítana. Lenne élő Krisztusa, személyes Krisztusa. Elmondok egy konkrét történetet, ez teljesen friss történet. Egy kedves barátunkkal történt, ugye házastársak, férj-feleség, ugye férfi és nő. Az egyikőjük kapott egy erőteljes kijelentést Istentől, amit Isten megerősített benne többszörösen. Azt mondta, hogy ne tedd, ne tedd. Többször elmondta neki Isten. Viszont az ő szíve másra vágyott. Nem tetszett neki Istennek a szava. Isten látta, hogy hosszú távon mi a következménye annak, hogyha azt ő megteszi azt a valamit, elfogadja azt a segítséget attól a valakitől. Isten ő ezt látta első perctől. Azt mondta, hogy ne tedd, és az ő szavát többszörösen, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször kijelentette neki, hogy ne tedd. Viszont az ő szívének nem tetszett. Miért ilyen könyörtelen Isten? Miért sajnál tőlem azt a kis segítség? Miért így, miért úgy? Nem volt megbékélve az ő szíve Istennek a döntésével. És az elején ugye az ő párja is azt mondta, hogy ne tedd. Tehát Isten a párja által is szólt, hogy ne tedd. Nincs arra neked szükséged. Elég bőségesen neked az én kegyelmem, a mindenható Isten vagyok, az ég és a föld teremtője, bőségesen elég neked az én kegyelmem. De az ő szíve nem békélt meg ezzel. És végül már a párja is másképp kezdett beszélni. A párja is elkezdett kételkedni, és mondta, hogy hát csak jó volna, hát csak így, csak úgy. Végül elkezdett az ő szíve szerint beszélni az ő párja, és ő meghozta a döntést a saját szíve szerint, és nem Isten szerint. És ki volt a hibás utólag? Hát a párja, nem ő volt a hibás. A párja volt a hibás.
De nem azt mondta, hogy az igazság az, hogy én bennem kétség volt, nem éreztem a hűséget, nem éreztem a teljes bizalmat, és nem vallottam meg Istennek, hogy én nem bízok az ő kijelentésében, az ő szavában, hanem ugye a kétség is, és hát tetszett volna egy jobb válasz, én is voltam így, hogy valamit kérdeztem Istentől, és mondta, hogy ne tett. Nem tetszett a válasz, és azt mondtam, Istenem, ezt nem értettem, nem tudnád megismételni ezt a kijelentést. Kéne egy másik állam, egy másik jel. Nem kaptam több jelet. Mert egy gonosz és egy parázda nemzedék, ugye, Bodó Attila, jelt követel. Nem adatik neki más jel. Csak a Jónás prófitának a jele. Nem kaptam jelet. És abból az egy jelentésből meg kellett értsem, hogy Istennek nem kedves az. A testem szerint döntenék amellett, a lehetőség mellett, ami fel volt kínálva számomra. És hála Istennek, ő ebben meg is erősített. És felvállaltam és kimondtam, hogy nem fogok én ebbe belemenni. De sokszor elbuktam, ezt nem azért mondtam el, hogy dicsérjem magamat. Sajnos többször elbuktam, én is. Csak azt akarom ezzel a példával nyomatékosítani, amit Leike mondott, az igaz. Tehát az, amit tett a katolikus vallás, a Vatikán, amit tett az emberekkel, az ott van mind az én szívemben. Az, amit tett veled a párod, hogy ő is kételkedett, és ő is azt mondta, hogy hát csak el kéne elfogadni. Ő valójában a te szíved szándékának, a szíved tartalmának a kivetülése volt. És aki vádolja a vallást, vagy bármit vádol, úgy, hogy nem akar a saját szívébe nézni, az méltó arra, hogy beleessen egy vallás csapdájába. Érthető, amit mondok? Tehát ha én a rendszert vádolom, hogy a Fidesz így, vagy a, mit tudom én, a kereszténység úgy, de nem akarok belenézni a saját szívembe, hogy meglássam, hogy minden az én elbukott emberi szívemnek, gyarló gondolkodásomnak, az elbukott Ádám gondolkodásomnak a kivetülése és következménye, ha ezt én nem akarom meglátni, akkor méltó vagyok arra, hogy Isten megengedje, hogy beleessek abba a csapdába, annak a csapdájába, akit én vádoltam. Most akkor szépen menjél be az ő rendszerébe, hogyha már vádolod őt úgy, hogy nem akarsz a saját szívedbe nézni, hogy észrevedd, hogy a szíved tartalmának a kivetülése, én hoztam létre a vallást egyedül, az ember, én az Ádám, az elbukott Ádám, aki a saját elképzelésemtől vártam az örömöt. Én az Ádám, akinek nem volt elég, amit Isten adott neki, az egész dicsősége. Ha nem azt mondtam, hogy én kielégítem magamat, elképzelek egy párt magamnak, majd egy pártot, mely kielégít engemet. A saját képzelgésemtől vártam a kielégülést. És ennek a következménye, ennek a torszülöttje a katolikus vallás és a mai varázsló kereszténység, amely emberek millióit taszítja a feneketlen szakadék felé. És akkor azt hiszem, hogy most akkor tovább olvashatjuk azt, amit Pál mondott. Tehát köszönöm, hogy Levike is, ugye, hála Istennek, hogy ő is beleszólt, mert én is ugye bizonytalanodtam, hogy vajon Pál itten csak a külsőkről szól, mit tudom én, a holdról jövő démonokról szól, vajon, vagy pedig a bennünk lévő testi emberről. Szóval, és tartottunk. Igen. Tehát ugye beszél a törvénytipróról, tehát a törvénytipró az mindig is velem volt. De mikor jött el hozzám a törvénytipró? Mikor jelent meg a törvénytipró? Mikor bújt ki a szívemből? Amikor befogadtam a vendéget, a váratlan vendéget, aki zörgetett ki, azt mondta, imé, az ajtód előtt állok és zörgetek. Ha meghalod az én szómat, bemegyek hozzád, és veled vacsorázok, megiszunk egy pohár bort, és beszélgetünk, megtisztítom a szívedet, megmutatok benned mindent, és akkor megjelent a törvénytipró. Egyből megjelent. El voltam ítélve, zokogtam és sírtam. Könyörögtem Istennek, hogy öljön meg, hogy többet én nál csak senkinek. De nem ölt meg. Megölt a régi természetemet. De az sem egyből, mert nem bírtam volna ki. Oké, ötödik bekezdés. Nem emlékeztek rá, hogy már elmondtam ezeket nektek, amikor nálatok voltam. És tudjátok, hogy most még mi tartja vissza, hogy csak a maga idejében jelenjen meg. Működik ugyan már a törvénytiprás, titkos bűne, csak hogy azt, aki most még visszatartja, el kell távolítani az útból. Tehát ugye globálisan mondva, Istennek a gyermekeit el kell távolítani az útból, teljes mértékben.
vagy pedig egyénre szabottan mondva, a lelkiismeretet teljesen ki kell ölni az emberből. Pozitív gondolatokkal, meditációval, varázsló kereszténységgel, mantrával, tantrával, Hollywooddal és mindennel. El kell pusztítani a Szent Szellemmel, el kell pusztítani teljes mértékben a lelkiismeretet. Na, egyéni szinten így lehet félretenni teljes mértékben az útból, ugye azt, aki visszatartja a törvénytiprót. Amikor egyéni szinten megölöd teljes mértékben a lelkiismeretet, elmész a gyülekezetben, és Istennek a hangját, aki meg is fedd téged, meg is dorgál téged, megigazít téged, elmész, és kiüzeted magadból, mert az egy démon. Ó, olyan rosszat álmodtam, hanem egyéb démon van bennem. Nesze 50-20 ezer forint, űz ki belőlem a démont. És Istennek a hangját, a lelkiismeretet kiüzetted magadból egy varázslóval. És így lett félretéve teljes mértékben az, aki még visszatartotta a törvénytiprót. Itt már egyenes úton mész, a tágas úton, hatalmas sebességgel, a tömeg sebességével haladsz a feneketlen szakadék irányába. Tehát érthető globálisan, az emberekre nézve, és egyénre szabottan, a saját egyénedre szabottan, rám nézve, mit jelent a törvénytipró. És hogyan lesz ő félretaszítva az útból. El kell távolítani az útból. 8. bekezdés. És akkor megjelenik a törvénytipró, akit az Úr Jézus megöl szájának leheletével. Mert aki már döntött, és véglegesen döntött a test mellett, a test indulata mellett, jön az igazság kétívüles kardja, és az ugye ketté vágatja, ahogy mondja Jézus a egyik példabeszédben. Tehát az ő szájának a leheletével, az igazság lelkével megöli a maradékot, ugye, mert a testnek, ugye, a meddő fának, a gyümölcstelen fának nincs értelme léteznie az élők között. Az élők között csak úgy van értelme létezni, hogyha gyümölcsöt termünk, életet termünk, és finom, jó illatja vagyunk Isten jó kedvének. És akkor megjelenik a törvénytipró, akit az Úr Jézus megöl szájának leheletével, beszédével és megsemmisít megjelenésének dicsőségével, akinek eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden erejével, jeleivel és csodáival, és a hamisság minden csalásával azok számára, akik elvesznek, és ez történik emberek, szemfényvesztés, keresztény rockzene, koncert, halleluja, dicsőség az Úrnak, több ezer wattos diffuzorokban, különböző fénytechnikával, meg mindennel, és az emberek szíve még mindig tele van ugye súlyos bűnökkel, meg nem vallott, felszínen nem hozott bűnökkel. Nagy csodákat tesz, nagy ezeket szervez, összejöveteleket, pont ahogy Tibor látta, televízióban, itt is összejövetel, ott is összejövetel, kórházban is imádkozunk, imakommandózunk, mindent csinálunk, csak nem nézünk befele, nem menjünk be a belső szobába, hogy Isten megvizsgálja, mi lakozik a mi szívünkbe, hogy a törvénytiprót onnét kikergetni, ott lefegyverezni és megkötözni és kivetni a külső sötétségre, hogy többé ne uralkodjon, ne hatalmaskodjon a gyermeke. Még az jön nekem, azt adja a lélek, hogy törvénytiprás az mióta létezhet, tehát amióta van törvény, és a törvény az, hogy született meg hát az ember kemény szívűsége miatt, tehát nem azért, mert Isten akarta a törvényeket, nem akart ő egy törvényt sem, mert nincs a mennyek országában törvény. Ott teljes szabadság van a Krisztus lelkében, ami nem megy a törvénnyel szembe. Ezt az agy nem tudja felfogni, hogy hogy van az, hogy az ember mégis rendben van, de mégse törvény által, hanem egyszerűen rendben van. És szabad mégis, teljesen szabad. Hogy szabad mire? Minden jóra. Teljesen szabad. Végtelenül szabad arra, hogy az Isten lelke úgy használja őt, mint ahogy a szél akár a pillangót fújja, és adja neki a felhajtó erőt. És a pillangó élvezi azt, hogy engemet fúj a szél, és kitárom a szárnyaimat, és a szél megelevenít, a lélek megelevenít. Na, valahogy szavakkal így lehet elmondani. De a törvénytiprás az már, hát talán az idők kezdetében már megjelent.
de akkor csak menjünk Mózesig vissza, amikor ugye az emberek azt mondták, királyt akarunk, királyt és törvényeket. Tehát akkor már mi történt? Azt mondja Isten Salamonnak, hogy ezek az emberek meggyűlöltek engem, nem akarják, hogy én vezessem őket, nem akarják, hogy személyes kapcsolatban legyenek vele. Ezeknek király kell, törvény kell. Tehát ők meggyűlölték az Istent, a lelket. De amikor jöttek a törvények, mit csináltak a törvényekkel? Hát egyértelmű, hogy még a törvénynek sem akartak engedni, mert és nem is tudták azt, és nem is akarták az emberek az életüket a törvény szerint, az isteni törvény szerint élni. Mert aki az Isten lelkének nem szeretne engedni, hogy az Isten lelke őt megelevenítse, az a törvénynek se tud eleget tenni. Tehát aki az Isten lelkét meg akarja tagadni, az egyértelmű, hogy ha kap törvényt, akkor az se fog neki tetszeni. De aki az Isten lelkében van, jár és kell és létezik, az annak a törvény sem okoz gondot. Noha nem törvény szerint él, de ő a törvény fölött van. Mert ő sem a törvény ellen nem szeretne vétkezni, és nincs is szándékával, és az Isten lelke ellen sem. Szóval a törvénytiprás az már elkezdődött, amikor a törvények elkezdődtek. Isten adott pár törvényt, és az emberek nem akartak azt szerint élni. De akkor mit csinál az ember, hogyha, mit tudom, nyilvánvaló, hogy tiporja a törvényt, szeresd az Istent, szeresd az Uradat, ne legyenek bálványait, szeresd teljes szívedből, lelkedből. Ellene mentem. Mit kell csináljak, hogy mégse veszek el? Hát a törvényt fel kell daraboljam. Össze kell törjem a törvényt, és fel kell daraboljam. Fel kell osszam több részre. Az erejét ki kell vegyem ezáltal. Jó van, hát szeresd az Istent, de így, de úgy. Tehát, hogy hozok még határozatokat, hogy lehet szeretni Istent, de így is, de úgy is. Ez erről Jézus is beszél, és bolondoknak nevezi, hogy Isten parancsolatait megtagadtátok, és megsemmisítettétek a ti hagyományaitok által, és a törvény erejét ezáltal megszüntettétek, megsemmisítettétek. És el is mondja, elkezdi mondani, hogy hogyan semmisítették meg, milyen bolond módon, hogyan forgatták ki a törvényt. És a törvénytiprás már régóta működik. És egy ilyen, hogy mondjam, tehát először nem törvény volt, amióta világ a világ, hanem ahogy van, az a kegyelem. Isten kegyelme van legelőször. És az ember onnan kiesett, és zuhant. Lezuhant, és akkor jött a törvény. De a kegyelem is van ott is van kegyelem. De hogyha az ember sem a törvényt, de a kegyelmet sem akarja választani, akkor mit csinál? Találkozik a kegyelemmel, nem akarja a kegyelmet, de ott a törvényt sem akarja, mert aki a kegyelmet visszautasítja, a törvényt is visszautasítja. Aki a törvényt visszautasítja, az a kegyelmet is visszautasítja. Mert hogyha a farizeusok betöltötték volna a törvényt, vagyis elfogadták volna a törvényt, szerették volna azt, akkor, mikor megjelent volna Krisztus, a kegyelem, a felszabadító, a törvényből, aki felszabadította volna, úgy várták volna, ahogy, mit tudom én, azt várták néhányan. De nem. Ők a törvényt is gyűlölték, Istent is gyűlölték, a kegyelmet is gyűlölték, tiporták is a törvényt, és nem fölfelé emelkedhettek a kegyelem által, hanem a törvénytiprás által még lejjebbre süllyedtek. Ez a második halál. Hogy az ember megmagyarázza, a törvényt megtiporva olyan rendeleteket hoz, ami egyértelműen minden ellen megy. Isten ellen, földi rendelkezések ellen. Ez a törvénytiprás. Mikor jelent meg a törvénytiprás? Hát, ahogy a törvény megjelent, hát az ember akarta a törvényt. Ábrahámnak nem volt törvénye. Neki volt kegyelem, volt lelkiismerete, ami felismerte Istennek a kegyelmét. Örömmel fogadta, és azáltal élt. Ez volt ugye Ábrahám a hitatja. Tehát a törvénytiprás akkor jelent meg, amikor a törvény, az ember kívánsága szerint jelent meg a törvény, az írott törvény. És egyszerű kérdés, hogy megértsük azt, hogy ez hogyan működik, mert ugye most lehetne vádolni, hát nem biblikus, nem így van, meg mit tudom én, mi ördög van bennem, meg Belzebú fejedelme által beszélünk, és így tovább, és így tovább. Egyszerű kérdés, mikor jelent meg szerinted a lopás? A lopás mikor jelent meg? Mi előzte meg a lopást? Hát a birtoklás emberek. Amikor elkezdtem tokolni, birtokolni Istennek a kegyelmét, azt mondtam, hogy ez az enyém. Amikor kimondtam azt, hogy ez enyém, akkor már nem volt az enyém semmi, csak a halál. Csak a halál.
Akkor ítéltem halálra magamat, amikor kimondtam azt, hogy az enyém. Addig ez az enyém volt minden, Istennek a teljes dicsősége. Minden az enyém volt, ezt én megéltem személyesen, a fizikai testemmel tapasztaltam, a bőrömön tapasztaltam. Amikor lemondtam mindenről, az enyém volt minden. Királyok vendégeltek meg, egyszerű emberek, mindenhol szabad voltam, és mindenhol vendég voltam, mindenhol gyermek lehettem, Isten gyermeke. Ezt megtapasztaltam. Mihelyt elkezdtem birtokolni, elkezdtem variálni, elkezdtem agyalni, a szürke állományra bíztam a döntéseket, abban a helyben kiestem ebből az állapotból, és törvény alá kerültem. Tehát a lopás akkor jelent meg, amikor a birtoklás azután. Ugye ezért igazságtalan valamilyen szinten ugye azt tenni, hogy elítéljük a tolvajokat, fel is kötjük őket, megöljük őket, de akik birtokolnak, ugye, tehát ők legálisan tolvajok, mert ők birtokolnak, nekik van papírjuk arról, hogy ők tolvajok, az állam őket felmenti, őket nem ítéljük el, csak a tolvajokat. Elítéljük a törvényszegőket, de akik a törvényt létrehozzák és ragaszkodnak ahhoz, hogy a törvény burjánozzon, törvény szaporodjon itt a földön, a kegyelem helyett, azokat nem ítéljük el. Érthető emberek, hogy mekkora skizofréniában van az ember, az emberiség, mekkora skizofréniában vagyok én, Ádám, az ember. De a törvénytipró az baj. De aki ragaszkodik a törvényhez, hogy tudjon poligonozni a törvények között, ugye, kerülgetett törvényeket szépen, mint egy ballerina, azt nem ítéljük el. Mert, ahogy mondta Levike is, a törvény az ember kívánsága volt. Adj el nekünk királyt! Nem elég nekünk Isten jelenléte, élő jelenléte. Király kell nekünk. Kőtáblás, utána aztán király. Menjünk tovább, lássuk, mit mond még Pál apostol. Hát így lefordítva, csak egy annyi röviden, hogy ők azt mondták, hogy kérünk királyt, és kell nekünk törvény. De hogy lett volna hiteles? Úgy, ahogy azt Isten mondta ki, hogy úgy lett volna tiszta a kijelentés, hogy azt mondták volna, hogy te, Sámuel, meggyűlöltünk tégedet, meggyűlöltünk Istent, meggyűlöltük az Isten szavát, nekünk ezért kell törvény, hogy tudjunk törvénytelenül élni. Így lett volna tiszta, hiteles, hogyha ezt mondták volna. Amúgy kijelenti ezt a lélek, de az ember ne. Az ember vallásos képmutatás felhúzza magára, mosolyog, kiparfümözi magát, kiöltözik, és eljátszódja, hogy ő szereti az Istent, velem az élet. És úgy mondja ki, hogy gyűlölöm az Istent, hogy oda meg és megcsókolom őt. Egy olyan jó hosszú cuppanost, jó nyálast. Úgy csókolom meg Istent. Úgy fejezem ki a gyűlöletemet. Ha el tud kimondanám, hogy Istenem, én gyűlölek tégedet. Ez van. Valami van, ez van. És akkor tudna segíteni. De meggyűlölöm Istent, de úgy mondom ki, hogy azt mások úgy lássák, hogy én a törvényt szeretem, s ragaszkodok hozzá, a fenét. Ki van mondva, aki a törvényhez ragaszkodik, az gyűlöl Istent, mert a mennyek országában nincsen törvény. És aki a törvény által él, az Isten lelke vonza ő többre vágyik, mint azokra a törvényekre. Hogy mondja Pál apostol, hogy ez a vallásos szenteskedésnek tűnő cselekedetek, így nevezi meg pontosan az egyik fordításban. Ez a törvény, vallásos szenteskedésnek tűnő cselekedetek, aminek semmi haszna. De hogyha az ember vágyik ezekre a törvényekre, de a lelke nem a törvényekre, hanem a lelke vágyik a lélekre, Isten lelkére, és ezeket cselekszi, mert valahol el kell kezdze, és a törvénynél kezdi, ő többre vágyik. Hasonlóképpen, hogy Dávid is, ő tudta lélek által, hogy hagyjuk fenébe a szenteskedést itt a kenyerekkel, meg minden, menjünk, és éhesek vagyunk, és eszünk. És Isten nem ítélte, mert a szívét nézte. De aki a törvényhez ragaszkodott, vagyis Istent gyűlölte, az megítélte. Jaj! De mit csinált? Megsértette a törvényt, megsértette az Istent, meg kell ölni. Nincs nagyobb átok a vallásnál, emberek, tényleg. Elnézést. Nincs nagyobb átok a vallásnál, nincs nagyobb alatomosság, nincs nagyobb bűn a vallásnál. Mert a vallásosságban az van, hogy a szenteskedés máza mögött rothad a lélek. Hogyha az ember felvállalna az, hogy ő rothadás párti, mint ahogy egy, mit tudom, egy a vámszedő, ugye, egy, mit tudom, egy pénzügyi szakember, pénzfüggő ember, egy bizniszember, vagy egy szajha, akkor sokkal nagyobb esélye volna arra, hogy meglássa Isten országát. Ezt mondja Jézus. Azt mondja, hogy a vámszedők, a pénz rabszolgái és a szajhák, a parázanők meg fognak titeket előzni a mennyek országában. Főképp, ha be sem mentek, persze, hogy megelőznek.
persze megelőznek. És igen, amikor voltak a választások előtt, adta lélek, akkor is üvöltöttem, mint egy pszichopata, hogy emberek, mit jelent a választás, és felolvastam Sámuel könyvéből, hogy mit jelent a választás, a szavazás, amire elküldtek a papok, a gyülekezeti vezetők, a pásztorok és a lelkészek. Felolvastam és üvöltöttem, mint egy bolond, egy pszichopata, hogy emberek, ne csináljátok. Mert igen, az történt, amit Levike is mondott, hogy ki volt jelentve lélek által. Isten megmondta, hogy Sámuel, ne szomorkodj, engem utáltak meg. Amikor ők szavazni akartak, és elkezdték az első szavazást, az első választásokat a zsidók, engem utáltak meg, nem téged, te ne szomorkodj. És ez történt. És Magyarország tavaly megint megutálta Istent. De Isten nevében utálta meg, ezért veszélyes ez a háború. És ezért garantált veszteség, garantált veszdelem az ember számára. Mert Isten nevében gyűlöljük Istent. Isten akarta, hogy Orbán Viktorra szavazzunk. Ha ismertétek volna Istent, akkor nem tudtátok volna, hogy ki akarta azt, hogy Orbánra szavazzatok, vagy egyáltalán bárkire szavazzatok, miután már egyszer egyértelmű volt, hogy a valóságban, aki szavazott, elment szavazni, a valóságban az ő teljes szívével, ő még nem szavazott az élő Istenre. Az ő szavára, az ő feltámadt szavára, amely legyőzte a halált. Az ember még nem szavazott. De kemény beszéd ez, büdös beszéd. Ilyen nem mondjon nekünk. Hülye, bajok vannak vele. Fel kell kötni az ilyet. De Isten nem lehet megcsúfolni, hála Istennek, mert ahogy megvan írva, azt mondja, hogy az az ember, aki azt mondja, hogy ő szereti az Istent, akit nem lehet látni, de gyűlöli a fele barátját, embertársát, akit szemmel lehet látni, kézzel lehet tapintani, az hazudik. Mert nincs az, nem lehet az, hogy én szeretem az Istent, szeretjük az Urat, Krisztust, de gyűlöljük a fele barátainkat. Isten nem lehet megcsúfolni, és ami van a szívünkben, az felszínre kell jöjjön. Mert nyilvánvaló, hogy itt mindenki szereti Istent. A miniszterelnöktől elkezdve, a polgármesterig, a kántorig, mindenki szereti az Istent. De nyilvánvalóvá vált már az elmúlt években, és sokan meglátták, amúgy már korábban is nyilvánvaló volt, hiszen láthatták az emberek, hogy hazudoztak a vezetők, hogy mennyi mindent ígértek, és nem tettek semmit. Ezt úgy nevezik hazugság, varázslás, igézés. Csak mivel az ember, ő is ragaszkodik a saját hazugságaihoz, azt mondta, hogy leplet rá, vagy spongyát rá, vagy hogy szokták mondani. Nem számít. Hát én is bűnös vagyok, ő is bűnös, mind bűnösök vagyunk, mind gonoszak vagyunk. Csak lázadoznak, vagy inkább kifelé mutogatnak, hogy ő a gonosz. Ez a másik eset, hogy a gonosz. Hát de te választottad meg őt. És az elmúlt pár évben láthattuk azt, hogy ezek az Isten félő miniszterek, polgármesterek, papok, pápák, mindenki, aki szereti az Istent, láthattuk, hogy hogyan mentek ők, és hogyan vitték a tömeget a szakadékba, ahogy azt Jézus mondja is. Megmondták, hogy kell menni a szeretet nevében, Isten nevében, a tolerancia nevében, a fogjunk össze nevében, a legyünk felelősségteljesek nevében, a humanista szeretet nevében kell menni, kell oltakozni. Meg kell ölni magunkat, meg kell öljünk meg magunkat Isten nevében. Tehát nyilvánvalóvá válik, nyilvánvalóvá kell váljon, mert hogyha Isten, aki szemmel nem látható, de a lelki szemenk előtt amúgy igen, aki lélek által keresi, tehát elhiszünk bármit. Hú, hát ez kimondta, hogy Isten és Jézus, és hogy szeretem őt, és még kettőt idézett is a Bibliából, és én már meg is adtam magamot, én már elhittem neki mindent. Igen, igen, de a cselekedetek mutatják meg az én hitemet, hogy az én valóságos hitem az milyen. És megmutatkozott mindenkinek az Isten szeretetes, az Isten félelme. Mindenkinek megmutatkozott az elmúlt pár évben, hogy melyik Istenben hisz, hogy ismerik-e valóban Istent, vagy csak a szájukkal tisztelik. És mindenki, aki ment szavazni, és felvette a skorpiómérget, vagy a vakcinát, megmutatkozott, hogy nekik nincsen személyes kapcsolatuk Istennel. És Isten ezt megengedi, kitolja az időt, hogy nyilvánvalóvá váljon, mert nagyon-nagyon mélységben vagyunk, nagyon-nagyon mély alvásban, kómában vagyunk, halálban.
hogy ébredezzünk fel, hogy rázódjon meg az a miénk az a felépített vár, mert nem engedjük mi könnyen, hogy az felébredjen. Mi nem engedjük könnyen, hogy felébredjünk, tehát ragaszkodunk minden áron halálhoz. És ezért engedi meg Isten az étója így ki az időt, hogy folyamatosan megrázkodjon a világ. Hogy meglássuk azt, hogy éj, baszki, milyen Istent imádunk mit, milyen Istent szeretünk mi. Milyen Istenről van itt szó? Meg kell döbbenjünk, meg kell botránkozzunk. Meg kell botránkozzunk az Istenünkben, ami elképzelt Istenünkben. Meg kell botránkozzunk mindenkiben, aki azt mondta, hogy ő vallásos, mélyen meggyőződött vallásos, istenfélő ember. De semmi köze nincs hozzá. És Isten azért engedi meg. Mert hiszem azt, hogy a fáraó is a zsidó embereknek eléadta magát, hogy ő egy spirituális ember. Higgyetek nekem, én jót akarok nektek. Azért vannak ezek a történetek leírva, hogy meglássuk, hogy az az ember, aki csak az Istent és Jézust a szájával emlegeti, de a szíve és a lelke távol van tőle, ő csak gyilkolni képes, csak lopni képes. Felveszi a báránybőrt magára, de a hangja az valahogy mégis a farkaséra hasonlít, és a cselekedete is, és a szokása is, a viselkedése is. Csak mivel én bennem is farkas lelkület van, és azt gondolom, hogy én is bárány vagyok, nem látom azt, hogy ő benne is farkas lelkület van, és ő is a bárányt akarja játszani. Ezért vannak tükrök, hogy jöjjön egy erősebb farkas, aki felrázza bennem az alvóroszlánt, az állóvizet felbolygatja, érted? Hogy belőlem is jön ki a fenevad. Hagyjuk már a képmutatást. Nem mind akarjak bégetni, amikor csak vonyítani tudok, mint a farkas. Hogy vonyítsak egyet. Hogy mutatkozzon meg bennem a fenevad, és hogy Istenhez tudjak fordulni a szívem, a lelkemet, törjek össze, legyen elég már a képmutatásból. És ne akarjunk jók lenni. A farkas nem fog tudni jó lenni. Én nem fogok tudni jó lenni önmagamban. De tudok jó lenni. Az útját megmutatja Krisztust, és felajánlta ingyen, hitáltal, kegyelemből, hogy jó lehetsz. Igaz, hogy nem te fogsz dicsekedni magaddal, nem te fogsz megdicsőni, de mit számít, ha jó lehetek? Nem én teremtettem az életet, és nem te szartod a spanyol viaszt, hanem a szerető atya, és hadd, hogy ő mutassa meg a jót, hadd, hogy ő ismertesse meg, hogy ki ő valójában. És akkor megkapod azt, amire vágyik a lelked, mert amire vágyik a lelked, az jó, hogy jó lehess. Csak az fog fel, hogy te nem tudsz lenni jó önmagadtól. Mert én is jó akartam lenni önmagamtól, de nem tudtam az lenni. És jó lehetek most, de nem a saját erőmből, hanem az, aki adja az erőt. És így a szép, így a jó. Így van elrendelve. Ebben öröm van, ebben szabadság van. Jó gyermeknek lenni. Jó gyermeknek lenni. Tudod, jó, hogy jó gyermeknek lenni. Amikor a szülők gondoskodnak rólunk. Ne akarjunk felnőttek lenni. Ez is bebizonyosodott. Felnőttek akartunk lenni. Sírjuk vissza a gyermekkort. Fel van ajánlva, lehetsz fiúgyermek. Dicsekedhetsz az apukával. Szabad lehetsz. Ő gondoskodik, gondodat viseli. Ő tanít. Na, meddig toljuk erőből? Tehát ott tartunk, hogy megjelenik ugye a törvénytipró és a hamisság minden csalásával azok számára, akik elvesznek, számukra meg fog jelenni teljes erővel, mert teljes mértékben félre lesz taszítva az ő lelkismeretük, az oltás által és minden által. Apropó oltás, jött egy gondolat nekem is, amit Levikkel beszélt, röviden. Az óriási baj már akkor elkezdődött, amikor maszkot tettünk emberek. Az oltásról nem kellett volna beszéljen a kereszténység egyáltalán. Amíg a maszkról nem nyilatkozott a kereszténység Isten szerint, addig mi az oltásról nem is kellett volna beszéljünk. Nem, hogy elküldjük az embereket, hogy önként a saját aláírásukkal mérgeztessék meg magukat, hogy betegedjenek meg és halljanak meg, hanem már az oltásnál a vészjelző ki kellett volna gyújjon, kellett volna a piros lámpa, ugye, pillogjon a műszerfalon. Emberek, valami nem stimmel. És teremti Isten az embert az ő hasonlatosságára, az ő képmására. Hogy került egy bugyi az arcomra? Hogy került egy pampers az arcomra? Miért kell eltakarjam az arcomat? És mit mondott a hívő ember? Azért kell eltakarjam az arcomat, mert azt mondta a WHO, az UFO-k is ezt mondták, az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök is ezt mondta. De hogyha a hívő azt mondta volna, hogy én azért kell maszkot tegyek az arcomra, mert nem vagyok méltó,
hogy fedetlen arccal járjak és keljek az úton, mert az én arcom már nem tükrözi Isten dicsőségét, mert képmutató vagyok. Belementem a képmutatásba, nem csak a Facebookon, hanem az élet minden területén. Ezért kell maszkot tegyek, ne Orbán Viktor miatt, nem a WHO miatt, nem az egészségügyi rendszer miatt, és nem is a Covid miatt, amit senki nem látott, hanem a saját képmutatásom miatt, mert megtagadtam a teremtőmet, megtagadtam az élet szavát, és már nem vagyok méltó arra, hogy fedetlen arccal járjak, mert az én arcom már nem tükrözi Isten dicsőségét. Ezért van maszk, ezért van bugyi az arcomon! Hogyha a hívő ember ezt mondta volna, akkor Isten lenyúlt volna és levette volna erővel és hatalommal, levette volna azt a rohadt maszkot, és senki fel nem tette volna! Az ég és a föld teremtője fölött nincsen senkinek sem hatalma. Jézus Krisztus fölött nincsen senkinek sem hatalma. Királyok királya és urak ura! És hogyha ő leveszi a maszkot, az le van véve örökre! Az ő dicsőségére, az élő Isten dicsőségére, a megbocsájtó Isten dicsőségére, aki megbocsájt mindenkinek, aki azt mondja, hogy azért van bugyi az arcán, mert képmutató, az egész élete hazugságra épül, és megbocsátott volna az ő dicsőségére, levetted volna a maszkot, és többé soha nem ment volna vissza a maszk az arcodra. Ezt kellett volna még beszélni, ugye, még az oltások előtt. A keresztény pásztorok összekelt volna, gyülekezzenek valahol Budapesten, és megbeszéljük, hogy emberek, bajban vagyunk, maszkot kell tegyünk az arcunkra. El kell takarjuk az Isten hasonlatosságára teremtett arcunkat. Óriási baj van! Hátra arc! Meg kell térjünk! A halál felé megyünk! Ezt kellett volna megbeszélni, nem hogy ez kérdés nélkül, hát ez magától értetődő, hogy feltesszük a maszkot, ami még tudományosan is nonsense, hogy az védene, vagy védett volna valaha is, bármitől is, semmitől. De ugye Isten a tévegés lelkét bocsátotta rájuk. Ezt írja most, ezt mondja Pál apostol. Figyelj meg, olvasom most már tovább. Így most már lesz értelme. Tehát ugye, és akkor megjelenik a törvénytipró, akit az Úr Jézus megöl szájának leheletével, és megsemmisít megjelenésének dicsőségével, akinek eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden erejével, jeleivel és csodáival, és a hamisság minden csalásával azok számára, akik elvesznek, mivel visszautasították az igazság szeretetét, hogy azáltal meglássák Istent. Ezért bocsátja rájuk Isten a tévelgés hatalmát, a tévelgés lelkét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogyha már azt választották. Higgyenek abban, hogy egy ilyen gézdarab, egy ilyen fásli megvédi őket a Covid-tól, a kitalált Covid-tól. Higgyél már, ha az igazság nem érdekel, akkor higgyél a hazugságba, hogy az ítélet utolérje mindazokat, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Mi pedig mindenkor háladással tartozunk Istennek, értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a lélek megszentelésében és az igazság hitében, amire elhívott titeket a mi evangéliumunk által, hogy részesüljetek a mi Urunk, megváltunk, barátunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért testvéreim, legyetek álhatatosak, álhatatosak, ne csapongjatok ide-oda, mint a tengerek havja, amit ide és tova hány a szél. Legyetek álhatatosak, álljatok meg az igazságban, Krisztusban, az ő beszédében. Mert rövid az idő, nem túl hosszú. Az örökké valósághoz képest, hogyha 500 évet élnénk, az is rövid volna. Hát, hogyha még csak egy napod van hátra. Ezért testvéreim, legyetek álhatatosak, és ragaszkodjatok azokhoz a rendelkezésekhez, amelyeket akár beszédünk, akár levelünk által tanultatok, amit az evangélium által tanultatok,
ne kötelezzétek el magatokat semmilyen szervezetnek, emberi felekezetnek, semmilyen mozgalomnak, mert él Isten, legyőzte a halált, Jézus testében megmutatkozott, hogy legyőzte a halált, mi szükséged van neked emberek irányítására, azok után, hogy megkaptad ezt a hatalmas ajándékot Istentől. Maga pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus, és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a szíveteket, és ne fogadjatok el vigasztalást emberektől, se dicséretet, se hízelgést, mert az élő Isten, a ma vigasztaló, a Szentlélek megvigasztalja a szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben, hogy legyetek szabadok a világ világossága. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.